mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 percen, jó reggel, szevasztok a gyönyörű jó időben ezen a csodálatos kedden. János és Ferenc vár benneteket egy óráig. Igen, cirka. Hát Balázs jelezte nekünk, hogy valami miatt megcsúszott, úgyhogy csak majd a úgymond hosszú hírek után fog érkezni, de majd csak túléljük valahogy. Egyébként meg tökéletesen igazad van, mert nem hogy jó idő van, hanem gyönyörű idő van, és egész héten az is lesz, és ennek nagyon örülünk, mert mi ugye pénteken, nyilván hallottátok már ti is a reklámot, az ezt tartozó kis reklámspotot Győrben leszünk kitelepülésen, és én ennek nagyon örülök. Én imádom a kitelepüléseket, hogyha lehetne, akkor nem csak egy hétre, hanem nem egy napra, pláne nem. Nem, hogy egy hétre, nem legalább két hétre, sőt, két hétre. Én visszasírom azokat a régi szép időket, amikor két hétre mentünk kitelepülni, imádtam. Mikor még volt bennünk bátorság, mikor még volt bennünk akarat. Ez most is megvan egyébként, majd legközelebb megpróbáljuk rábeszélni azt. Akinek ez dolga, hogy 2 hét legyen. Ja, Istenem, de jó is volt Istenem. Az. Na, de minden esetre azért ott leszünk Győrben. Azt mondja, hogy a Győr plázánál leszünk, majd egy ilyen kis postai szerkezet mellett majd figyeljetek tényleg az ehhez kapcsolódó spotokat, és rengeteg, de tényleg nagyon-nagyon sok és nagyon értékes ajándékot fogunk vinni, úgyhogy érdemes lesz ezért is kijönni és meglátogatni minket. Olyannyira, hogy tegnap győri ismerősem hívott, hogy ezzel a szép magyarsággal nem lehetne, hogy a bringát ő nyeri. Mondtam, ja, vagy itt a bringákat, mert tegnap mondtuk már, azt hiszem, hogy lesz egy ilyen családi ismersz, bicikli. Persze, hogy igen, egy ilyen családi bicikli szettünk, 4 nagyon jó minőségű bringával, az én kezem is benne van, hogy mit választottunk, de mindegy. És mondja, hogy hát, hogy ők nagyon szeretnek bringázni, de mondom, figyelj, Sanyika, ne hülyéskedj már, tehát tudod, hogy ilyen nincs, és nagyon szeretném, ha oda se jönnél, hiszen ha kiderül, hogy mi ismerjük egymást, és te véletlenül mégis megnyered a biciklit, akkor aztán a jó Isten nem mossa le rólunk, hogy mutyi az egész, úgyhogy Sanyika eltiltva, tehát te, kedves győriek, ti már örülhettek, mert egyel kevesebb ember lesz, aki akar játszani, viszont nagyon annál jó. Többen lehet jönni. Tök jó. Szerintem majd csütörtökön neki megyünk annak, hogy hogyan lehet Győr városát teljesen megőríteni erre a reggeli dologra. Azt gondolom, hogy ilyen, talán nem is volt a mi életünkben se, hogy egyszerre ennyi jó ajándék legyen. Tehát kicsitől kezdve a nagyig lesz, figyelj, egy olyan törökországi utazás, amire szerintem most bárki azt mondaná, hogy indulok 8 kilóért. Külön-külön, szerintem már mindegyik volt, de így együtt, úgy, hogy gyakorlatilag egy ilyen kis előkarácsonyt varázsolunk oda, így július elejére Győrbe, ilyen még biztos, hogy nem volt. Ilyen még biztos, hogy nem volt. Na figyelj, csak így a kedves hallgatók kedvéért mondom, hogy azt mondja, hogy lesz ott fényképezőgép, mikrohullámú sütő, vérnyomásmérő, autóporszívó, LED televízió, okostelefon, tablet, és még sorolhatnám, mert rengeteg van. És hát ugye te is mondtad, hogy itt van azért egy 4 fő részére szóló családi nyaralás, ami azért nem gyenge. Nem gyenge. Tényleg, és az örömhír az, hogy nem Görögország. Így van, Törökország all inclusive. Tehát nem kell vinni magatokkal számlálatlan mennyiségben eurót. Szegények, na jó, majd erről majd beszélünk kicsit később. Tegnap este egy nagyszerű programban volt részem, erről szeretnék mesélni. Tudjátok, hogy ilyenkor mi Velencén lakunk nyáron, jó idő van, mindenki kint van. Még 9:30-ig ugye világos van, bármint tudjuk, a főnök el szokta mondani, hogy most már itt a tél, itt az ősz, itt a karácsony, rövidülnek a lappalok. Azért, de ők se panaszkodtak, náluk is van közvilágítás, tehát azért ott is elég sokáig van világ. Így van, nagy gond nincs belőle, ezért aztán a mi gyerekeink a többi gyerekkel együtt, akik itt laknak a kis villaparkunkban, hát nyomják az ipart esténként. És én magam is gondban voltam, ma reggel kérdeztem is Annát, hogy te Anna, mi a politikaira korrekt ilyenkor, tehát mikor teszed le a gyereket aludni? Hiszen nyár van tulajdonképpen, tehát marhára rájön. És mikor szólsz szomszédoknak, hogy hát nem most lenne baj, hogyha igen, észrevennék, hogy a gyerekek hozzájuk tartoznak, és nem pedig hozzátok. Nem, ez ilyen nagyon barátságos nálunk, ha kell, akkor nálunk vannak, ha kell, akkor másnál vannak, de egyébként meg mindenütt vannak. Tegnap este az történt, hogy kint ültem a teraszon egy olyan 9:30 körül, vagy 3:40, a srácok még bringáztak, még ment a móka, ment a kacagás, és egy idősebb úriember sétált keresztül rajtunk, mert gyakorlatilag az a terület, ahol mi lakunk, az nincs teljesen lezárva, tehát aki nagyon akar, ott lejön, lemegy a vízparthoz, lehet sétálni, senki nem szól senkire rá, bár ugye elméletek az ilyen magánterület, de mindegy, lehet jönni. És az emberünk elkezdte mondani, micsoda világ, hogy ezek a büdös kölykök, hogy itt már nem lehet sétálni, mert ezek itt bicikliznek 9:50-kor. És egyébként is, miért nem alszotok már?
elkezdtem mondani a gyerek, hát egy darabig hallgattam el, egy viszonylag béketűrő fiatal ember vagyok. Egy idő után mondtam, azt hittem, hogy már szerintem egy elég ideig hallgatta nyugodtan Soma, aztán nyomott egy kontrát, megfordult, és oda mutatta a középsúlyát. Fater, húzza területemről, nem, hát azért rendes gyerekek, vagy legalábbis megpróbáljuk ilyennek nevelni őket, de bennem úgy megfordult a borjú, ahogy szokták volt mondani, egy ilyen 5 perc után azt mondtam, hogy most már azért ezt csak megbeszéljük a bácsival, hogy egyrészt mi az Isten közel ahhoz, hogy az én gyerekeim meddig vannak fönt, másrészt meg érted, nem, tehát akkor nem kell erre nyár érni. Van. Nyár van. Pici gyerekek, igen. Tetszik tudni, biztos tetszik emlékezni rá. Hogy még volt olyan időszak, amikor maga is jól érezte magát, például nyáron lehetett bármit csinálni, és akkor elkezdtem gondolkozni, mert egyébként nyilván 8:30-9-kor leteszed őket, amikor van dolog másnap, tehát van iskola. De nem nyári szünetben. De nem a nyári szünetben, és hogy mi ilyenkor a teendő, tehát hogy meddig lehet fönn a gyerek, mikor kell letenni, és egyébként is hogy viselkedjen, úgyhogy oda mentem a bácsihoz, és mondtam, hogy bemutatkoztam, mert úriember vagyok, mondtam, jó napot kívánok, ez is ez vagyok, vagy így hívnak, nem mondtam, hogy ez ki vagyok, hát minden, nem vagyok én senki, csak elmondtam a nevemet, mégiscsak legyen egy ilyen, és kérdeztem, mi a probléma. Este 9:30 van, ezek a rohadt kölykök itt, mondom, a rohadt tagból 2 az enyém, az egészségeseket nem tudom, de ebből 2 az enyém mindenféleképpen, hogy akkor beszélgessünk erről, hogy neki ugyan mi a problémája, mert egyébként ő nem itt lakik. Tehát, hogy még azt se lehet érted, hogy a gyerekektől egyébként hát mindenek. Hát empatikus alkat érted, hát tekintettel van másokra, és elkezdte sajnálni azokat, akiket ti zavartok éjjel-nappal. Ez mondjuk okos. Igen, ők mondjuk nem mernek szólni. Igen, ugye? Nem, mert az ő gyerekeik is ott vannak, és együtt zavarnak mindenkit éjjel-nappal. Egyébként igen, de akkor lehet, hogy ő egy ismerőse valakinek, aki ott lakik velünk? Hát igen, vagy pedig egy önkéntes rendőr típus, aki azt gondolja, az hogy a világ összes fájdalmát magával kell cipelnie, és minden rosszra fel kell hívni a figyelmet. De arra gondoltam, hogy... És egyébként is én, amikor ennyi idős voltam, akkor a nappal keltem, és feküdtem, és már kint dolgoztam a földeket. Nyilván volt ilyen is. Mert én arra gondoltam, hogy hát, ha van köztünk valaki, akinek ez tulajdonképpen tényleg nem tetszik, bár mondjuk az ő gyereke is ott játszik, vagy esetleg az ő gyereke mondjuk pihenne, csak az enyémeik mindig magával ragadják őket, és ő egy távoli rokon, akit most elhívott egy napra, hogy Sanyi bácsi, legyen kedves jönni, és akkor sétálgasson, és morogjon nagyon sokat, hogy ezek a büdös kölykök. Hát nem kell mérgesnek lenni, szerintem egyszerűen csak egy picit szerintem sajnálni kell. Lehet, hogy az unokák nem látogatják, lehet, hogy nincsenek is unokái, egyébként meg valószínűleg az lehet, hogy neki teljesen más dolog fáj, csak valaki kell, hát ezt ismerik, ugye, ezt a jelenséget, ugye, amikor az embernek valami nagyon fáj, de nincs nagyon kitöltenie kinn a dühét, illetve nagyon messze vagy nagyon magas pozícióban vannak azokra, akikre egyébként haragudhatna, úgyhogy másra haragszik, más szúr ki magának, más kisebbséget, felekezet, stb. Ismerjük ezt, friss sztoriról van szó. Amúgy is szerintem inkább itt erről, azt a bácsi másra haragudott valószínűleg. Na mindegy, így megbeszéltük a dolgot, aztán nem jutottunk közös nevezőre, mondtam, hogy szerintem ez jó van, elvégre is a mi gyerekeink, és a reggel. Viszontlátásra. Igen, és ez volt egyébként, tényleg ez volt a végső érv. A végső, rohadjatok meg, és tovább csoszogott a fater. Mondtam, hogy hát ezzel én sem tudok mit kezdeni. Tulajdonképpen magának igaza van. Értve nincsen, de mindegy, hagyjuk a francba az egészet. De nagyon tanulságos volt. Egyébként elkezdtem gondolkodni, mi lesz szeptemberben. Azt nem tudom, hogy ti annak idején hogy csináltátok, vagy most hogy csináljátok. Nyilván a virággal te is megértőbb vagy ilyenkor. Hát a gyerek megy iskolába, meg a levegőbe csapunk, ha mi lenne. Az odáig oké, de mikor kezded el visszaszoktatni? Mikor mondod neki, na most már virág, akkor le kell feküdni 9-kor, mert hiszen jövő héten, vagy 2 hét múlva már föl kell kelned 6:30-kor. Hát, egyre nehezebb ezt a dolgot, még kisebbek, mint ahogy nálatok is vannak, hát szerintem, hogy egy héttel előtte. Aha, egy héttel előtte, amikor már nagyobbak, meg már ugye önálló személyiséggel rendelkeznek, vagy legalábbis azt hiszik, ugye, Virág. Nem alszik? Akkor, már nem alszik. Akkor szerintem nagyon nehéz. Tehát mit tudom, 1-2 nap előtte, de hát a normálisabb iskolákban úgy szokott lenni, azért lájtosabb még az első hét, és akkor még ők is egy ilyen beszoktatósabb időszakot szerveznek ugye a gyerekeknek, és akkor még nincsen olyan nagyon-nagyon komoly tanulás, bár azért hihetetlen terhek vannak rajtuk, és évről egyre durvábbak. Ráadásul ugye nálunk már most a 7. következik, ami ugye már a továbbtanulásban is elég komoly szerepet játszik, úgyhogy már előre fenyegetjük a gyereket, hogy ebben az évben nem az lesz, mint a múlt évben. Aztán majd 8. Ebben az évben ezt aztán nem az lesz, mint a múlt évben. És majd amikor... A középiskolában, ez már középiskola, ez már nem általános, itt már nem lehet, csak úgy lébet szolgat. Szóval, hogy szerintem minél kisebb a gyerek, annál könnyebb rászoktatni ezekre a dolgokra. Most szerintem nem lesz vele gond. Néhány hete a szomszédunk háborgott, mert az öcsém 20-45-kor még focizott, Robi.
Írja ezt nekünk. Tehát úgy tűnik, akkor ez nem csak nálunk probléma, hanem máskor is. Rossz 45-kor itt rúgod a bőrt, nem sül le a pofádról a bőr, más meg már aludna. Na teljes sztori van, mert az enyém unalmas volt, mert bedobom a százasnak. Igen, na dobd meg mindenkinek. Figyeljetek, egy nagyon érdekes jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye tegnap volt egy olyan témánk, ami meglehetősen megosztotta az országnak a közvéleményét, és hát többen jelezték, hogy amiért ugye ki szivárványosodott a Facebook oldalunk, valószínűleg diszlájkolni fogják az oldalt, és egy időre, vagy akár végleg is elköszönnek tőlünk. És egy nagyon érdekes dologra hívnám fel a kedves figyelmét minden egyes hallgatónak, aki hallotta ezeket az SMS-eket, meg hát nektek is, ha esetleg nem láttátok volna, hogy 224,6%-os emelkedés történt tegnap az oldalunkon, abban a tekintetben, hogy és nagyon szépen köszönjük, mert hogy sikerült 299 000 like fölé tornázni fel az oldalunkat, mert hogy 1200 ember döntött úgy, hogy bejelöl minket. De voltak elhagyók. Biztos voltak, de sajnos, tudom, hogy hányan lettek azok, akik elhagyták az oldalt, de azok, akik jöttek, azok bőven kompenzálták azokat, akik elmentek. Én Lacival beszélgettem, ő megnézte, mielőtt szivárványosodtunk, meg ahogy szivárványosodtunk, aztán azt hiszem olyan 300 ember hagyott el bennünket, körülbelül a Laci azt mondta, és... Akkor ez azt jelenti, hogy 1500-an jöttek. Jöttek, így van, és akkor így 1200-vel többen vagyunk. Most nem tudom, hogy azok, akik ott diszlájkoltak, vagy nem tudom, hogy mondják, unlájkoltak minket, azok egyébként hallgatóként megmaradtak-e, vagy ők már nem is hallgatnak, de azt is gondolom ugyanakkor, ezt a Balázs szoktam mindig elmondani, hogy akkor nem kár, akkor el kell menni. De ezelőtt eljöttek, nagyon szépen köszönjük a bizalmat nekik. Nagyon jó. És most már visszaszivárványosodtunk? Nem. Ja, de. Már de, úgy, de, de. A most már újra. Már újra, most már csak két színűek vagyunk, ahogy szoktam. Két színűek. Ezt egyébként sokan írták, hogy már nem a két színűeskedést, hanem akik megcsinálták ezt a szivárványosítást, hogy egy csomóan elkezdtek elmenni, de aztán egy csomóan megjöttek hozzájuk. Nagyon érdekes cikket olvastam tegnap este, hogy van egy, nem emlékszem pontosan nevére, egy olyan fiú, aki ilyen játékokat űz, de világbajnok szinten ilyen számítógépes játékokat, és ő egy ilyen nagyon nagy ikon ebben a társulatban, akik egyébként ezeket a játékot űzik, most például van egy csapat, aki világbajnokságokra is jár, így elég szélsőségesek ezek a fiúk, tehát aki ott ül a gép előtt, és ő a nagy ikon már hosszú évek óta, és ő is megcsinálta ezt, na, hogy ő mit kapott, tehát azt el nem tudod képzelni, tehát amiket nekünk írtak, az egy ilyen könnyed kis lánynevelő intézetben elhangzott félmondat, ahhoz képest, amiket ott osztanak, és ő is leírta, hogy gyerekek, pont arról szól az egész történet, hogy itt nem csak a melegekről, hanem a toleranciáról, magáról szól a sztori, és aki ott őt nem értette meg, azért nem fáj a szíve, akkor tessék elmenni. Ennyi. Szerintem, ahogy egyébként jeleztük a Facebook oldalunkról is, mi a magunk részéről a visszaszivárványosodással lezártuk ezt a témát, tehát nem is nagyon akarunk már vele foglalkozni, csak mondjuk a jelenség az érdekes volt, azért beszéltünk róla, meg én nekem amúgy is meggyőződésem, hogy az ilyen jellegű témák azok egyfajta biztonsági szelepként működnek, és a máshol felgyülemlett gőzt így terezti ki az emberek ennek kapcsán. Ezek pici kis apró lépések, amivel haladunk, szerintem jó irányba haladunk, úgyhogy meg kellenek is, mert ahogy szokták mondani egy rádió műsornak, főleg egy ilyen reggeli ébresztő műsornak, azért az is a feladat, hogy érzelmeket keltsen, érzelmeket generáljon, és hát szerintem tegnap sikerült mindenképpen. Na, még egy tegnapi program, meg szeretném említeni, hogy idén is lesz természetesen a cukormentes tortája az országnak, és tegnap volt egy mondatot, gyerek, 10 óra van, vége az adásnak. Ja, Balázs elspriccelt forgatni, ülünk a szerkibe, jön a Jani, csak mondom, ezt, tehát hogy az érdeklődési kör, elment a Balázs, ülünk a szerkibe, jön a Jani, nekem nagyon kell sietnem, mert mondom, hogy mi van. Hát, hogy van egy nagyon fontos esemény, amin ugye részt kell venni, ezt most már ott vagyok, tavaly is ott voltam, érted, hát zsűri, de micsoda? Országtartálya, nem érted, már megyek is! Tehát az ennyit arról, hogy te mennyire voltál erre rágyógyulva már tegnap, na mi van, mi az eredmény? Na, hát ezt még nem lehet elmondani. Leszűkítettük a kört, most az van, hogy az Egysebb Figyelem Alapítványnak a felkérésére én részt veszek a zsűrizésben, és tegnap rengeteg csodálatos cukormentesség szempontjából is abszolút non plus ultra kis édességkölteményt zsűrizhetünk, és hát nagyon-nagyon jó kis pályamunkák érkeztek, óriási előrelépést lehet látni. Elsősorban én mondjuk most külalakban láttam ezt az előrelépést, egyszerűen gyönyörűek voltak a torták, fel is raktunk a Facebook oldalunkra egy képet, meg lehet nézni, hogy néz neki.
ilyenek, tehát hogy ránézésen már nem mondod meg, hogy melyik a, melyik a, mert ugye megszoktuk már azt, hogy ezek az úgynevezett ilyen cukormentes, meg egészséges, meg paleo, meg mit tudom én, mit tortek, ez picit visszafogottabbak így külcsínben a hagyományosakhoz képest, na ezek már nem. Ezek nem. Most gyönyörűen néz neki. És hát tegnap leszűkítettük a kört háromra, tehát már tudjuk, hogy melyik az a három torta, amiből ki fog majd kerülni az ország cukormentes tortája. Ugye tavaly a csokis kaland lett az, és az rettenetesen népszerű volt. Most azt lehet mondani, hogy valamilyen okból kifolyog, én nem tudom, melyik zsűritök súghatott, vagy kitől származott az információ, de valaki azt mondta, hogy hallott a tuti befutó az a csoki, meg a málna. Úgyhogy jött egy rakás csokis málnás, vagy málnás csokis követelmény, de egyébként hihetetlen változatosságban érkeztek be pályaművek, és nagyon örülök neki, hogy idén is benne lehetek ebben a dologban. Antónia ott van a zsűriben? Igen, hát meg ráadásul ugye ő áll ennek az egésznek, az egész történetnek az arca alapvetően, az Egy Csepp Figyelem Alapítványnak ugye ő az alapítója, és egy személyes arca, ugye cukorbetegként is nagyon-nagyon jól tudja, hogy mire van szükség azoknak az embereknek, akik ezzel a problémával élik a hétköznapjukat, illetve hát, hogy azért azt már elmondhatjuk, hogy igazából most már simán teljes életet tudnak élni, tehát hogy ez a probléma, ez úgy probléma, hogy picit odafigyel az ember, akkor olyan nagy probléma nem lehet. Meg hát mondom, ez a törekvés is olyan, hogy az a célja, hogy ők is olyan minőségű cukrászipari termékeket fogyasztassanak, mint amelyeket mi nem cukorbetegek fogyasztunk. Én nekem amúgy is meggyőződésem, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni odáig, hogy ezeket a tortákat egyszerűen már nem csak külalakban, hanem minőségben sem lehet majd megkülönböztetni, meg ízben sem lehet majd megkülönböztetni a hagyományosaktól, csak az lesz a különbség, hogy sokkal kevesebb cukrot viszel be a szervezetbe ezeknek a fogyasztása. Aha. Az meg szerintem egy alapvető szempont, mondjuk egy olyan embernél, aki tudatosan él és táplálkozik. Figyelj, hogy van, hogy tegnap hétfő volt, azt mondtátok, hogy hétfő van a bírálat, akkor hétfő reggel az emberek behordják a sütiket, Szombathelyről jön valaki a sütijével, itt úgy van. Postár adja pénteken. Hát oda kell már jönniük jó korán, és ugye mindegyikből egy-egy teljes kerek egész tortát nem, hogy srácok, most ennyi maradt a hétvégéről, úgyhogy érjétek be ezzel. Főleg azért nem működik ez a dolog, mert ezek még kereskedelmi forgalomban nem is nagyon találhatók meg ezek a torták. Tehát, hogy erre a külön rendezvényre készítették el ezeket azok alapján, az itinerek alapján, amiket az Antoniáik megadtak. Hát meg ha szellett, akkor mit vinnétek haza? Családnak, nem? Na, mondjuk, most ott egyet odahoz. Érted? A végén a maradék tortákból csomagoltattam egy dobozba, és ott hagytam Lajos Misén. És már az M5-ösön jutott az eszünkbe a fél távnál, hogy ott maradt a Lajos Misén volt. A Lajos, igen, nagyon szép ilyen kis tanyán voltunk, és hát arra jó kis hely volt. Szerintem vissza is fogunk térni, mert van, mit tudom én, ilyen lovarda, meg marha jó kis étterem, meg állatsimogató, meg folyamatosan rendezvények. Marha jó kis hely. Cukormentes torta. Hát az is időnként van. Az is időnként van, bár tegnap én nem nagyon tudtam menni, mert több volt azért a gulyás, mint a bab. Mikor lesz a döntő? Azt mondja, hogy a jövő héten kedden fogunk dönteni. Aha, jó, tehát akkor ismét számíthatunk arra, hogy kedden 10 órakor elhagyod a pályát. Bizony, és majd lesz utána természetesen olyan kóstolás is majd, mint tavaly volt, itt a csokis kaland esetében, hát azért az egy hatalmas sikersztori volt. Hát, hogy meg egyébként én cukrászoknak is szoktam, és ráadásul most már ugye gyakorlatilag az ország bármelyik cukrásza nevezhet erre a versenyre, én cukrászoknak is szoktam mondani, hogy PR-nak sem utolsó benevezni a versenyre. Aha. Igen, nyilván, már ha itt vagy, én mindig azt mondom ezekkel a versenyekkel, nyilván a legszebb dolog megnyerni, elsőnek lenni valamiben, de ha eljutsz odáig, hogy olyan terméket tudsz letenni az asztalra, amire azt mondja a zsűri, hogy gyerekek, azért benne van az első 10-ben, az is tök jó. Tehát, hogy csináljátok, mindenki nyomja, fejlődik, egyrészt önmagad fejlődsz, másrészt fejlődik a szakág, a cukormentes torta szakág, úgyhogy szerintem tökre kell csinálni. Ezzel nincs baj. Szerintem is. Na jó, hagyjuk abban, mert mondjuk az Instant háromságunkban szerintem elsősorban a hallgatókat, nem a torták is a váraknak. Leginkább a csöcsök érdekli. Igen, de most nem tudunk beszélni. Majd kicsit később jövünk ezzel. 1-0 az állás a hallgatók javára. Ugye tegnap kihúzták az 1 percet, Balázsék. Uh-huh. Egyikük sem mondta ki a tiltott szavakat, úgyhogy megvan az első pontotok, de lehet ezt folytatni, vagy szerezni pontot, vagy majd megpróbáljuk visszaszerezni, hogyha kell egy ilyen biztatás, akkor ugye mi nekünk 20 nyert hetünk van, és 3 bukott a szem, illetve egyet még kaptatok, tehát 24 a hetek állása, ezen a héten pedig ugye 1 pontja van a hallgatóknak. Lehet jelentkezni SMS-ben 0676450000 az SMS számunk, aki szeretne fekete-fehér igen-nemet játszani. Nagyon sokan kérdezitek, hogy hol van Balázs, egy picit megcsúszott ma reggel, de jön, szerintem a hírek után már itt van, és akkor akár ővele is lehet játszani. Bár ezt nem ígérjük. Most van 6:30, jövünk a hírek után. Oh, Mary Jo, I got pocket.
pockets full of soul. I got pockets full of soul. Na-da-da-oh. Let me sing it now. Oh, Mary Jo. I got pockets full of soul. I got pockets full of soul. Na-da-da-oh. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 óra múlt 49 perccel. Jó reggelt! Kívánom mindenkinek! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Itt vagyok, gyerekek! Bocsánat! Dobnom ne, kell? Vagy ezért én dobós vagyok? Nem vagyok? Nem, nem te vagy a késésért dobós. Fent voltam, aki... fent voltam 5 óra után 10 perccel, mondom, semmi baj, még 5 perc. Aha. És ebből lett az 5 óra 40-es. Jött a zsülesebese, hogy nincs reklám a hírek után, mondtam, hogy az már rám úgyse vonatkozik, mert mondom, nem érek oda. Úgyhogy egy könnyed mozdulattal engedtem el ezt a reggelt, hogy ne legyen baj az utakon, és ne történjen semmi komoly. Hát sűrűek a napok, úgyhogy kezdem érezni. Kezdek elfáradni, de semmi itt vagyok, gond, jöhetsz holnap is hétre, majd akkor úgy nem készülünk. Küzdök gyerekek, küzdök. Egyszerűen Szundit kinyomtam. És ahogy Szundi kiment, úgy. De Bali még egy pillanatra visszafeküdt. Miben hiszel, hogy 5 perc múlva automatikusan fölébredsz? Nem, elmondom, mi volt a baj. Nagyon egyszerű a baj. Nekem 2 Szundim van. Aha. Tehát van egy 5 órakor, meg van egy 5 óra 15-kor. És tegnap csak az egyiket állítottam be, és ha azt kinyomod, akkor én megszokom, hogy ott még jelez a másik is. De azt azonnal kapcsoltam ki, és nem jelzett a másik. Ügyes. Tehát többféle dolog van beállítva az ébresztő órámban. És hát így sikerült egy picit elkolbászolnom a reggelt, várjál, megmutatom. Megriadhattál volna 8-kor is egyébként, nem? Hogy... Igen, hoppácska. Nem tudom, az isteni szerencse, hogy fölébredtem, hogy ez hogy van. Hogy mi a fenétől ébred föl az ember egyébként tényleg? Hát tudod, itt van 5, 4, 56, 5, 5, 15, ezek mind be vannak ide állítva. Nagy és ezeket jó. Csak be kell x-elned, vagy át kell löknöd zöld tartományba, hogy ébresszen. A 4, 56 az mire? Az, tehát, az még, miért nem érzem, 55? De hogy miért nem 55? Nem mi az 56? Az úgy 4, 56. Egy perc, jó. Egy percecske. Na mégis jobban mit szól, mint a 4, 55. Ezek egyébként beépülnek, ez ilyen 4, 56. És akkor utána mindig ragaszkodsz az a dologhoz, amit már korábban megszólítottam. Én például soha nem állítom egészre. Én mindig vagy óra 5-re állítom, vagy 55-re. Aha. Mindig 5 a vége. Soha nem állítom egészre. Valamiért engem ez zavar. Igen, hát, jobb valahogy. A 4-55 is, meg az 5-55, meg az 5-55 az már nagyon késő. De az valahogy egy kicsit. Nem fél 5-kor kelek, hanem 35. 35-kor. Mert az nem fél 5. Na igen, az a kerek az dolgok. Az már közelebb van 5-höz. Mint a 4-hez. Én is így vagyok. 4-56, 5-15, meg ilyen dolgokat. Ezek ilyen tudatú dolgok, vagy átvered egy picit magad vele. Többet tudok aludni. Megpróbálod átvered. Átvered a szervezetedet, de közben nem történik semmi, mert ugyanolyan keveset alszol. De nem, most már nincsen sok, egy 4-4 és fél hét is túl vagyok. A nehezébe. Az meg, gyerekek, hát hamar elmegy. Na, mi volt? Nem volt még játék? Nem. Tegnap volt játék, és akkor a hallgató nyerte meg. A hallgató. Igen. Azért nagy csata volt, de végül is jól játszottak. Szép játék volt, ugye 1-0 nekik. Igen. Mindenkivel minden oké? Okay? Teljességgel, mi itt voltunk időben, minden kérlek szépen. A zsűri is itt volt, bár azt nem vettük észre, mert aludt reggel. De... a kávéma. Jó, de most ezért haragszol. Nem, a Laci hozta a kávét neked, ahogy szoktál, nem voltál itt, a zsűr fölhasználta. Hát egy kávét melegen kell meginni. Tartani. Így van. Ha az ember nincs itt, hogy megígya, akkor megijatja. Megijatja más, azzal nincs probléma. Na, megnézzük ki a játékos. Jó, már itt is van, és már játszunk is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Péter, hello Péter! Sziasztok! Szia! Sikerült veletek játszani. Na, még nem. Ja, még nem, de adásban vagyok. Még megszakadhat, igen. Péter, mióta próbálkozol, hogy ennyire örülsz? Már nagyon régóta. Hát, oké, de mióta? Hát, éve. Egy éve. Aha, csak hogy kíváncsi, mi a tanulmányos idők óta, 10 éve, 5 éve, 3 éve, fél éve. Szóval 1 éve. És mivel foglalkozol? Egy cégnél gépkocsi vezető vagyok. Gépkocsi vezető vagy. Szállítasz valamit, vagy csak viszel inkább személyeket? Embereket. Embereket uh-huh. viszel. Aha, és kik azok az emberek? Cégvezetők, vagy a cégnél dolgozók? Is. Aha. Nem baj, ha beszélsz kicsit, az segít. Persze. Azért nekünk, hogy... Hivatásos gépkocsi vezető vagy?
Igen. Figyelj, van még ilyen, hogy mint apám annak idején egyre másra kapta az ilyen mindenféle kis plaketteket, amikből nagyon jó volt, mert volt jelvény is, meg egy fölcsavarozható, amit föl lehetett rakni. Én nem tudom, hova kellett a kocsinak a hűtőjére, vagy pedig bentre a járműbe a műszerfalra, de ilyen balesetmentes 250 ezer kilométerét, balesetmentes 500 ezer kilométerét. Egy millió kilométeres volt. Azért mennyit? Hány évet mentél egy millió kilométerért? Hát 30-at. Körülbelül. Van még ilyen? Nincsen már. Nincsen. Na jó van. Oké, Péter, nem nyúzunk tovább, mert úgyse nagyon válaszolsz nekünk hosszabb mondatokban. Kivel szeretnél játszani? Balázssal. Én játszottam tegnap, gyerekek. Így van. Csak ez igaz. Na jó, van, játszatok akkor. Jó, de ne legyél passzív, jó? Tehát játszál, mert ennél több kell majd a játékban. Nem, Balázs, én veled akarok. Nem is akartalak erről lebeszélni, csak azt mondtam, hogy ennél több kell majd a játékban, ha játszunk. Na, essünk egymásnak, jó? Jani? Jó, rendben. Van fejő. Itt vagyok. Itt vagy, Péter? Halló? Itt vagyok. Hallasz? Rendesen? Hallok, igen. Ott a jövő. A régi öreg jót. Kis trükk az. Előzetesen se adtam volna többet a játéknak, de így meg. Péter, hát mi történt? Kicsit izgultam. Izgultál, azt megérti az ember, igen, persze. Azt megérti. Első játék, mondom, másodikra elvellek. Azért ja, megvan igen. A tűz, az jó. Az jó. Valamikor játszunk egy újra. De jól érezted magad, ez a lényeg. Péter, kösz a játékot. Én is. Ciao. Szia. Hello. Igen, ilyenkor azért elgondolkodik az ember, hogy ezt az önbizalmat mi indikolja. Nyilván az első 5 másodperc. Mert ugye a hatodik ma már elvérzett. De majd a második. Így akkor egy-egy. Egyelőre egy-egyre. Újra kezdtük a hetet. Tegnap, Pakisztánban helyrehoztam. Na, mi volt veletek a hétvégén? Igen. Helyrehoztuk a baklövést. Na jó van. Ákos, nincs halom? Nincsen. Új kolléginát nem kaptuk meg? Nem. Még nem sajnos. Nem érdemeltük ki. Már azért sajnos, mert hogy ő még nem volt velünk reggel. És nagyon kellemes a hangja. Félti Ákos a helyét, hogy megszeretjük az új kolléginát? Igen. És a régi kolléginákat ad inkább? Bár én a biztos kedvér meg, csak azért tényleg, hogy a jó viszony kedvér megdicsértem a Ákos segét is. Adáson lehet, kívül. Hogy ezért nem, nem volt túl meggyőző, de... Igen, új kolléginát megnézném szívesen, illetve meghallgatnám kicsit, majd körbe szimatolnám. Hogy félti tőlünk, mert hogy én is úgy érzem. Megkóstoljuk, megbögdössük, nem tudom, mi lesz vele. Egyelőre nem. Nem adja ide. Még nem. Még nem adja oda. Alexandra ír így. Alexandra? Végre megtudtuk a nevét is. Nem tudtam, hogy és hívják. És még neve is van. Tényleg nem tudtam, hogy hívják. 4 perc, pontosan 7 óra. Ha valakinek van friss közlekedési híre, nyugodtan küldjetek el nekünk. Kivel mi van, kinek hogy indult a reggele, kin mi bosszankodik. Ha van ilyen, küldjetek bármit, jó? Szívesen megbeszélünk bármit, amit küldtök. 3 perc múlva 7 óra már, jövünk a hírek után. Elnöki ügy. Apu, menne nekem a város, automata váltós, kocsival szállném a dombokat. Egyéb lenne, aki látott, tudná, aki látott, hogy jó sok pénzünk van. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát annyira pörgünk, hogy mindig rá akarok beszélni erre a kis szignára. Meg kell szoknom, hogy mi még itt pörgünk. Már vettem a levegőt is, és már mondtam volna. Na, itt vagyunk egy jó kis well hello után, apu, vedd meg. Ez már nem a legújabb, ennél van újabb, ugye? Van bizony. Folyamatosan özöllenek ránk a well hello slágerek, gyerekek. Tolják. Ez a helyzet. Csak jó, azt tolják csak. Fiatalok, még lendületesek. Van mit mondani, tessék. Van mit mondani, tessék? Ez van mit mondani, tessék? Ja, persze, hát abból lehet dalszöveget írni. Nem semmit mondóan, hanem hogy vegy meg apa a várost, abból lehet. Aktuális dolgokból kell írni. Például nálatok írhatna a bácsi. Vagy a bácsinak a sztoriával érdik a büdös kölyköt. Kusoljon már igen, a gyereket, Feri, aludjon 10-kor, ne ugasson, ne biciklizenek már este.
meg is vagyunk. Alszunk. Jó lett? Ha tökéletes. Nem erős. Ez kiírta a szomszéd? De, hát volt, reggel elmeséltem, hogy na, ugye most egy nyár van, a gyerekek is ráérnek, nem kell lefeküdni 8-kor, és hát 9:30-10 nálunk még ilyen óriási csapatás van a parkban, ahol élünk, ahol lakunk, ott van egy csomó ugyanolyan korú gyerek, és ezek még bringáznak, még várat, homokvárat építenek. Hánykor? 9:30-10 Hát persze, most minek, hova tegyen? Kéne mágyba lenniük? Nem, minek, mert reggel alszanak meg 10-ig, tudod, és akkor az anyjuk viszont nagyon örül, hogy van 2 nyugodt óra. Elférnek, és tegnap volt egy zsörtölődő bácsika, aki végigment a telepen, és elmondta, hogy ezek a büdös kölykökben. Én ezek ugyan nem lakom erre, de... De rohadtul ideges. Nem is voltam itt még csak most először, és akkor ezt megkaptuk, aztán bemutatkoztam neki, elmondtam, hogy szerintem meg tökre mindegy, tehát hogy nem az ő gyerekei. Gyári szünet van. Igen. Nálunk még tart az ovi. Még van nálunk is lehetne vinni, de nem biztos. Hát vagy ezt mondjátok a Beninek. Vagy igen. Még valami vagányos, mert egyedül van. Apa, nincs kivel játszom, egyedül vagyok. Mondom, jó 10 perc fogócska. A többiek betegek. Így, így indulunk minden reggel. Apa. De volna nincs benne senki, nem baj. De a fűtőbácsi nagyon jó fej, nem? Igen. Még ovi van, úgyhogy mi azt ameddig van, addig kihasználjuk, úgyhogy nálunk még korai. Még korai fekvés van. Hát a korai az még 10 órai elalvás jelent, tehát annyira nem korai. Azért, de ő még megy lelkesen a kis barátaival. Mikor megy iskolába, Beni? Jövő szeptember. Jövő szeptemberben. Hát akkor még tök lehet. Csak azon gondolkodom, hogy az ugye nem egy komoly érv, tudod, hogy jövő szeptemberben iskola, korán kell lefeküdni. Sok hozzá, fiam, hogy lesz itt még félheteskelés. Mire bejut az iskolába, annyira démonizáljuk az iskolát neki, hogy na majd már mindig mondjuk, tudod, majd az iskolán, ne, föl kell kelni. Egyébként rendes, ülj ott rendesen, az iskolába nem fogják megengedni. Hát szerintem, mire ott ér, hát úgy fog remegni, mire bemegy azon az ajtón, és mindig megbeszéljük, hogy nem mondunk neki több mindent az iskoláról, de hát az ember, ahogy próbálja fegyelmezni, tudod, mindig mondja, hogy Beni, ne ülj, gyere, ülj vissza. Ezt már az iskolában nem lehet, hogy a gyerek szemében meglátom. Úristen, mi ez az iskola? Az iskola Jézus apokol Isten. Kapuja. Igen, ha oda egyszer belépek, mi vár ott engem abban az iskolában? Ő nem akar iskolába menni, ő mindig óvodás akar. Hát, vagy szorong tőle, vagy gyűlölni fogja. Igen. Az első nap bemegy a tanárnének. Egy beintés. Igen. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, mit írnak kora reggel a mi hallgatóink. Már nem is annyira kora reggel, hiszen 4:86 autó ütközött Titti. Küldte nekünk, baleset a felüljáron, aztán azt látom, hogy nem küldte el, hogy hol ütközött 6 autó, és hogy melyik felüljáróról M3. Van szó. M3-as? Igen, mert igen? Már, igen, írták reggel is hajnalban, hogy aha. M3-os bevezető. Na jó, hát ettől függetlenül nem kell tudnunk, hogy Titi azt arra vonatkozóan írta, tehát mindig írd oda, jó, hogy mire gondolsz, mert lehet ez egyébként bármi. Áll az M3-as bevezető, így van. És Zamád és Tap közötti elkerülőn autó csapódott a szalagkorlátnak, Csiki Maci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Dugó van az M3-as bevezetőn, valami van Titti. Ha itt van, akkor megvan az elejem. Uh-huh. 15 SMS-sel korábban elküldte. Aztán, amikor rájött, hogy miről van szó, akkor elküldte, hogy a felüljáron van egy hatalmas nagy baleset is. Ez melyik felüljáról lehet ott a Kacsó-Pongrác Szőnyi út, ott az eleje már? De már most bevezetőre? Kacsó-Szőnyi, próbálom én vidékiként összetenni. Nem, felejtsd el, engedd el, még kiebb van egy felüljáró. Aha, uh-huh, és akkor uh-huh. Az. És ott lehet, ott már. Pedig már majdnem válaszoltál, hogy nem tudod. Igen, nem, hogy raktam össze Kacsó. Igen, de nem. Ez a város nekem örökre idegen lesz, azt kell mondjam. Nem tudok integrálódni, gyerek. Nem? De ilyeneket mondatok a Kacsó. Fura a metró, vagy a villamos, vagy mi? Az nem, az, hogy megszokom, mert például a metróval nincs baj, mert ott nincsenek ilyenek, hogy milyen felüljáró meg akár. Mert ott van az állomás, ki jössz a bunkerból, az meg vagy. Google kék hernyó a föld alatt megszokta, nem? A sárga hernyó, ami fönn megy, igen. A piros villám, aminek áramszedője jó, van. Jó, de hol a ló előle? Hát ez az, ja, mi hajtsa. Miért nincs bekötve legalább 2 lóda, mi hajtja meg, hogy megy. Mi hajtsa. Nekem dobnom kéne 100 forintot, én mondtam gyerekeket? Mikor? Amikor megérkeztem? Vagy most reggel? Hát reggel mondtál, de nem jaj gyerekeket mondtál, csak egy sima gyerekek volt. Jó, az a gyerekek meg... férjen már belem. Tehát igen. A jaj gyerekek miatt dobod. Az, amit a Jani csak a félkezét kenné be. Tehát a jaj gyerekek, az 100-as, de azt mondom, a gyerekek, az... Tényleg, ha a félkezemet kenem be, akkor viszont nem kell fizetnem. Jó, akkor elosztom egy hétre. Ha csak fél lábbal késel el a megszólalásról, akkor nem kell fizetned. Ha teljes egészében lényeddel is elkésel, csak akkor kell fizetned. Bár most a késésem érő, én nagyon becsületesen rögtön igen. Dobtam be. Ahogy jöttem be, már vesztem elő a kis bugyellárisomat, és már dobtam be. És csöndben csak így szépen bedobtad? Persze, be is dobtam. Nagyon rendes vagy. Rend a lelke mindennek. Már megint kiugrott az aranyerem. Tamás küldenek. Jaj, ez nagyon ez a rossz probléma. Az... Én nem tudom, csak meséltek róla. Az nem kellemes. Nem. Nem kellemes. Az nem egy jó élethelyzet.
Na, egy érdekes hírt találtunk az interneten, és talán néhányan a hallgatóink közül jártak már úgy, hogy tönkretettek valami hasonló dolgot. Itt egy 50 millió értékű Maseratiról van szó, 50 milliós értékű Maseratiról. Nyilván nem erre gondolunk, hogy hallgatóink közül sokan tettek már tönkre Maseratit. Viszont maga a cikk az érdekes, mert hogy az 50 milliós Maseratiába beült az amerikai üzletember, aki az utas terében szállított festéket, amikor is hát ki akart kerülni egy elé ugró kutyát, és az utastérben szállított festék úgy, ahogy van, az egész az kiborult, és komplett beborította az egész autó belsejét. Van róla fotó az interneten, gyárilag rosszul volt rögzítve maga a festékes doboznak a teteje, és emiatt állítólag a biztosító fizetett, tehát hogy a Pali nem hibázott, mert ő zárt festékdobozokat tett az utastérben. És ahogy előre szakadt hátulról a festék, ilyen állapotba került a vajbőr, mi? A vajbőr, a teknősbőr, a kengurubőr, nem tudom mi van egy Maseratiban belül, és hát totál káros lett. 24 millió forint összeget kapott egyébként a biztosítótól, gazdasági totál károsra vették az autót. A belsőjér azért meg kiömlött egy pici festék, egy 20 liter. Hát igen, az nem is biztos, hogy belenyugszol abba, hogy cseréljék, ott lehet az egészet kell. Mekkora egy ilyen Maseratinak a csomagtartója, gondolom annyi, hogy beleférjen egy Louis Vuitton. A bankkártya, nem kell, az se kell, a Louis Vuitton se csak bankkártya kell, mindent meg tudsz oldani. Nem, egyébként egy ilyen Maseratinak nagy csomagtartója van már, pont azért, hogy aki festéket visz Maseratival, hiszen ez egy mindennapos dolog, az ne az utastérbe vigye, hanem a csomagtartóba. Tehát itt nehéz azt mondani, hogy nem a Maseratinak a tulajdonosa volt a hülye ebben az esetben. Tehát, hogy de tulajdon, most az autód van, és akkor beviszed magaddal egyébként az autóba belsejébe. Ez tök ugyanaz, mintha egy kettes ladába tennéd. Mi még az 1005-ös Moszkvicsunkat is ki ne illanoztuk. Jó, hát most valami eltelt 30 év, és most is nejlonoztok. Tehát ez igazából ez nem, nálatok ez ugye nem azért nem mérvadó, mert hogy az ülőgarnitúráról se szedtétek le még a nejlont, hanem azon ültök. Tehát a TV távirányítója is be van nejlonozva, tehát nálatok minden van. Járok, picit csúszkálunk rajta, de legalább nem kopik. Igen. Kicsit izzad az ember, kicsit izzad, de legalább szép lesz az ülőgarnitúra, egyszer kicsomagoljátok. Szóval szerintem nincs különbség abban, hogy az 1-2-es Lada utas terébe teszed be a 20 literes festéket, vödört, vagy a Maseratiba. Mert ugyanis ő Maseratit engedhet meg maga, ugye? Ő azt engedheti meg, az 1-2-es Lada az meg annak a tulajdonosnak fontos, akinek az van. Ő azt engedheti meg. Tehát ő ugyanekkora katasztrófaként éli meg, ha az ömlik szét. Igen, csak valahogy nem értem, mit mondani, Jani, ő azt mondja, hogy fura, hogy a Maseratiban ülő ember festéket szállít. Igen. Tehát, hogy azt általában úgy csinálod, hogy megbízol valakit, odaadod a kulcsot, van egy Maseratid, átköltözöl a nyaralódba, nem? És megcsinálják az egész házat, és aztán visszaköltözöl. Tehát ez a Maseratis ember, aki szépen egy Armani öltönybe besétál a festékboltba, megvesz 2 darab ecsetet, 4 liter festéket, összekeveri ezt, és otthon nekiáll kifesteni a gyerekszobát. Ez valahogy nem illik a képbe, legalábbis itt Magyarországon ilyet. Előveszi még a mintás hengert, amit a nagyanyától örökölt, amivel ő a nyári konyhát festegette annak idején, és akkor szépen megcsinálja a gyereknek a szobát. Hát ha csak nem az volt, hogy a tulaj ott hagyta a kulcsot. Otthon volt a festő. És azt mondta, hogy a tulaj úgy sincs otthon, elment üzleti útra, elugrom a Maseratiával, és hozok egy kis festéket a Bricóból. Ráállt a Maseratival a transporterre, és az nem tudott kiállni. És akkor mondta, hogy akkor jó lesz a Maze, és akkor azzal megyünk fel a festéket. Gyere Józsi, elmegyünk festékért. Beültek ketten a Maseratival, hát hogy kell ezt beindítani, mondták, majd beindították a Maseratit, ami ugye már nem kulcsos, hanem mondjuk gomnyomós, és elindultak a festéket vásárolni, majd nem vették észre, hogy a festék rosszul van rögzítve. Józsi fékezett egyet, mert a kőbányai kiömlött előre. Igen. Az indított el a folyamatot. Az ölében, az anyósülésen, nem tudom, Gábornak volt egy kőbányai, az előre ömlött, Józsi a vezető oldalon ráfékezett, és jött a festék hátulra. Nem lehet? A vajbőrbe. Még hogy csak a vajbőr. És ennyi. És tönkretették. És talán mindenkivel előfordult már az, hogy valami olyan dolgot tett tönkre, ami vadonatúj volt. Hosszú ideig vágyott rá, kinézte magának, gyűjtött rá, elment, megvette, megvásárolta, kifizette, elindult vele hazafelé, vagy már ott a boltban annyira izgult, hogy vagy készült vele kiállni, vagy beleült, hogy kiparkoljon, vagy felszállt rá, és szépen finoman húzott egy gázt, ahogy egyébként az internet tele van motorszalomból kiálló friss motorosokkal. Zseniális videók vannak egyébként, hogy a szalomból, ahogy gurulgi a srác, és húz egy kövéret. Tehát mi volt az a pillanat, amikor valami olyat tettél tönkre, ami neked fontos volt, drága volt, gyűjtöttél
rá, megvetted magadnak, és a lényeg, hogy új volt. Ilyen Isten, mindenkivel előfordul. Az első lapos tévénk, gyerekek. Az nagyon nagy csuda volt, ugye, mert még ilyen nagy hátuljú televíziónk volt, és megvettem az elsőt, az még talán nem is LCD, nem is tudom, hogy mik voltak az első. De az ilyen, plazma volt. Az volt a plazma, ilyen vékony, és két dolgot kellett összerakni benne. Az egyik az, hogy az elemet beletedd a távirányítóba, ami ugye kiköpött szinten ezt a kis tartó lapot. Igen. A távirányító hátuljáról, azt törtem el elsőre. Meglépető. De nem léphető meg, azt elsőre kitörtem, akkor betettem a két elemet, azt visszaszigetelő szalagoztuk, csak a másik. Ez szokatlan volt, a kolosztárhoz voltam még szokva. Ebbe, abba is kellett elemet tenni, csak az csavaros volt, tudod, ott íz egy csillagcsavarhúzó, és a másik pedig, hogy a lapos tévé aljára föl kellett egy ilyen fél mozdulattal pattintani a talpát. A konzolt, a talpát, sőt, ez még nem is falrakasztos volt, talpa nem, volt. Semmi, egy talpa volt, na, azt ugyanúgy sikerült. Persze. Paf! Letörni a két kis fület, soha többet nem tudtad használni, oda volt támasztva egy darabig így a hogy hívják, a kredencre. Mert visszavinni ciki volt, hát most mit mondod? Fura volt, hogy ilyen vékony volt, nem mondtad, anyjuk, nézd meg, megrúgtam, minket, ellopták, ha nem nincs elég alkatrész, anyjuk. Ha nézd meg, ha nem vastag az a tévé? Ha nem vékony, arra nézd, hogy férnek ebbe bele a dobozba? Ennyi pénzé, a kevés anyag, mondtad. És letörted a talpat. A talpat meg a távirányítónak ezt az ellentartó fedelét, ezt a kettőt sikerült egy első egy percben. Miért van az, hogyha az ember rákoncentrál valamire, ami új, és amire gyűjtött, és ami drága, akkor sokkal jobban stresszel mégis, és sokkal nagyobb a valószínűség, hogy tönkre tegye, mint ha lazán csak bemész, megveszed, hazaviszed és használod. Nem? Te befeszülsz, és a természetes mozdulatok, majd a természetes reakciók, azok abban a pillanatban, hogy hús, elillannak, és akkor minden ilyen mesterkélt, ilyen kimódolt, ilyen túlerőltetett, és ez. Biztos, hogy ez az, ami miatt tönkreteszel mindent az első pillanatban. Hogy izgulsz, és fogod a tévét. Teljesen hétköznapi egyébként megfogod, oda teszed, ami már ezer éve ott van, soha semmi baja nincsen, kísér, érted? A 20. lakásba költözöl, látod, viszed egyik szobára, a másik nem csomagolod be, költözés, semmi baja nincsen, amit megveszel, igen, jó, lemérem, igen, erre egy centi, arra egy centi, igen, igen, még egy picit átra, még egy picit átra, és leesik a tévészekrény mögé. Na most itt mi lehetett új? A Maserati lehetett új, a festék lehetett új, a festékből készülő kép izgathatta nagyon a tulajdonost, vagy egyszerűen csak szállított. Ne gondoljátok, hogy rossz indulatok vagyok. Bízom benne, hogy minden új volt. Most lehet, hogy ő egyébként, mert jobb kormányos az autó, tehát több helyen is lehet ez a dolog, ugye, de hát a Daily Mail írt róla, akkor nyilván valószínűleg mondjuk, mint a London környékén, vagy az Egyesült Királyságban történt. Tehát ott a festők kereshetnek ilyen jól, hogy ő egyébként egy szobafestőmázoló volt, aki Maseratival ment dolgozni, és vitte a festéket. Az is egy érdekes dolog azért, nem? Hogy valaki nem tudta kifizetni a nappalit, és ezért adta oda. És elhozta. És azt nem tudok fizetni, vidd el a Maseratimat. Igen. Kifizetettem a Buckingham palotát, és akkor helyébe ezt kapta, nem volt fizetési elégtelenségben szenvedett éppen a királynő, vagy ilyesmi. Igen. Feri, elsőnek Slim TV volt, utána plazma. Neked Slim TV-t volt? Fogalmam Slim nincs. TV? Nem vagy tudom, hát én vékony volt. Hát vékonyabb volt, mint a régi. Mint a nagy Orion, mert az így 50 centi volt hátrafelé a képcső miatt, nem képcsőes volt. Na, akkor nem ez a lényeg. Mondani, ez ennyi, de drága volt, és tönkre. Hát ahhoz képest, nyilván. Igen, mondanám. Sziasztok, nekem nem volt a nagyon drága tárgy, de nagyon bosszantó volt. Én kocsihoz aksi töltőt vettem, és először bedugtam a hálózatba, és a pozitív-negatív oldal összeért, és azzal a lendülettel kisütötte magát. De ez a KGST és világos kék egyjelzős kis aksi töltő? Nem olyan pici volt ez, ez egy ilyen könyvméretű volt, de nagyon kellett, akkumulátort kellett tölteni, hazavittem, és benn fönn volt az aksi, és én gondoltam, hogy hát beteszem a töltőre, igen, csak nem a hálózatba kell először bedugni, nem fölcsatlakoztatni a pólusokat. Na hát én ezt nem így csináltam. De visszavittet, hogy ez rossz cseréjék ki, nem? Nem, már nem voltak ott a piacosok. Vissza, ne, abszolút. KGST piacon. Már bőrkabátot árultak. A kis polc kimoz, mindig ott vettem a töltőket. Bőrkabát, boxer, gázspré, aksi töltő. Tehát ez így ebben a során megvettük, vittem haza, kiszereltem az aksit, azzal töltő. Ez multinál volt, tehát meg volt a blokk, én visszavittem, hogy sajnos műszaki hibás termék. És hát kicserélték egy újra. De jó fel. Én telefonnál vettem észre, hogy az ember, ha telefont vesz, akkor ott kezd el valahogy a kezed, vagy megremegni, nem vettétek észre? Akinek új a telefonja, az valószínűleg egy napon belül lejti. Ez így van. Új a telefonod, vigyázol rá, nem szívesen adod a másnak. Így van.
új dolgokat telepítesz rá, megremeg a kezed, rástresszelt, és egy napon belül a telefon a földön van. Ezt én gyakran látom. És lejti, hozzávágja, és bosszankodik, hogy basszus, most vettem. Ha egy éves telefonod van, már nem dobod le. Ez tényleg így van. Hát sose felejtem el. Cihés, nem? Igen. Sose felejtem el. Kb. Egyébként, ha nem is egy napos, de egy hetes lett a telefonom, ez az okosabbik. Még, túloz. Még, hát jó, igen. Jó, persze. Na, ott az erős sötét oldalán. Egy szakócához képest, okos telefonom, és ott volt valamilyen kitelepülésünk, aminek kapcsán, vagy aktivitásunk, helikopterrel mentünk valahova. És én ráadásul még vettem rá külön tokot is, hogy a biztonság kedvében még véletlenül se legyen semmi baja. Hát az első az volt, hogy megpróbáltam a helikopterből kifele filmezni, és abban a pillanatban, ahogy kinyitottam a kis ablakot, oldalt, majdnem kiragadta a szél a kezemből. Ez volt körülbelül 5 perc után, hogy felszálltunk. Amikor pedig leszálltunk, jövök lefelé, telefon természetesen a kezemben, nehogy valami baja legyen, és abban a pillanatban kicsúszik a kezemből, és hova esett rá? Nem a fűre, beton. 5 centivel előre, nem a szintén fűre, földre, 5 centivel balra, jobbra, hátra, nem, hanem a helikopternek a leszálló talpára. És abban a pillanatban lepattant a széle. Egy hetes volt a telefon, majdnem megkorondult. Igen, valószínűleg pszichés, hogy új fényképező, új telefon, új laptop, Viki vett laptopot, egy napon belül ütött el a szélét. Azóta semmi nem történt a laptoppal. De valahogy, ha megveszed, van benned egy stressz, és a stressztől egész egyszerűen odavágod. Lejtette, leverte, azóta, mit tudom én, egy kis szeletrész hiányzik a laptopból, azóta kutya baja. Tehát de attól egyedi. De attól egyedi, igen. Tehát attól megismeri, hogy tudod, én mindig törölgeted, én legalábbis mindig törölgetem a telefon, mikor új, olyan gyönyörű a kijelzője, olyan sima, és mindig törölgetem, és hogy törölgetem, egész egyszerűen kicsúszik a kezemből, mert mindig nézem, hogy olyan jó, sima, nincs rajta új lenyomat, és ezért rejtem el. Igen. Ez van. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mi volt az a drága dolog, amit megvettetek, izgultatok, rástresszeltetek, és nyilván, ahogy tőlünk is hallottátok, azonnal összetörtétek, lejtettétek, megsemmisült, jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk egy rövid, de annál jobb kis muzsga után. Meglepetés jelleggel. Nem nagyon játszunk, de gondoltam, hogy feldobom. Izgulunk, szeretni fogják. Feldobom a reggel. Szerintem szeretni fogjátok. 7:08 lesz, pontosan 4 perc múlva jövünk vissza mindjárt. Shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Richelieu azt mondja, vagy kérdezi, hogy Jacksonról jut eszembe. Láttátok magyar zongorista srácot Michael Jackson feldolgozással? Elképesztően zseni. Írnak, hogy ki jön, megnézzük. Ha jó, bejátszuk, beszélünk róla, csak nem tudjuk így megtalálni, de meghallgatjuk, hogy megnézzük, ha megírod, és segítesz nekünk. Itt vagyunk, 3:48 lesz, 4 perc múlva, várunk friss közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon, segítsetek egy picit. Az biztos, hogy az M3-ason nagy dugó van befelé, mert a felüljáron van valamilyen baleset, és baleset volt sokáig, vagy nagy dugó. Aztán kapunk olyan információkat, hogy az M3-as bevezető teljesen tiszta, és jól járható, úgyhogy nem tudjuk, mi a helyzet. Segítsetek. M3-as pálya 188-as kilométer, belső sáv lezárva 2 hónapja, de nem dolgoznak Nyíregyháza felé. Az nagy baj. A 37-esen Miskolc felé a vasúti felüljáró előtt a lámpánál szintén van egy trafi, ezt Bozsó küldte nekünk. Zamárd és Tap között az elkerülőn autó csapódott a szalagkorlátnak, Csiki Maci üzente, valamint Padrag kúton mérik az Ajka felől érkezőket. Ezt Morning Show küldte nekünk. Richelieu, bocs, már megkerestem a feldolgozást. Szerintem a következő megszólalásban bel is hallgathatnák, hogyha oké. Okay. Olyan a videóklip, úgy látod, állítólag, hogy jó? Állítólag lenyűgöző. Zongorán játszik? Péter Bence nevű srác készítette, igen. Aha. És a Jacko imitátor, vagy csak zongorázik Jacko dalokat? Annyira megnézem. Hát, ha Jacko imitátor, akkor nem túl jó, de, igen, de zongora művésznek valószínűleg első osztályú. Igen, mert svéd kinézetű, nagyon magas. Nagyon szőke. Nagyon szőke srác, aki nem jól vette le Jackót annyira, és nem is mozog ügyesen. Viszont baromi sehol egy fehér flitteres kesztyű, sehol egy fehér zokni. Meghallgatjuk, belehallgatunk. Megnézzük, szerintem jó tud lenni. Mondjuk jó alapból, vagy jó anyagból dolgozni, én mindig azt mondom, hogy azért az egy picit zicser szagú, azért valójában őszintén ez a szám, ez bárki hozzányúl. Hát én meg pont úgy gondolom, a Péli Barna mondta, hogy a Jacko csak elrontani lehet.
Tehát szerintem meg pont Jackóhoz nehéz hozzányúlni, mert csak rosszabbat tudsz csinálni. Tehát Jackó imitátorként is, táncosként is, énekesként is, zenészként is, nem tudsz jobbat csinálni. Tehát csak vagy ugyanúgy tudod, de ugyanúgy se tudja senki a világon, vagy csak rosszabbul. Tehát, hogy szerintem Jackó nem zicser, szerintem Jackó a legnagyobb öngól, mert csak elrontani tudod. Nem tudod jól csinálni. Hogyha egy másik műfajba ültetett át, akkor viszont igazi csodák születhetnek. Ezt egyébként számtalan Michael Jackson feldolgozás bebizonyította már a rockérából. Hát adja, ha feldolgozásról van szó, az tud jól lenni. És másik. És inkább átdolgozás. Igen, most 100 zongorával mit csinálnak vele? Hát... Érdekes. Na, jó, meghallgatjuk, meghallgatjuk. Amiről mi beszéltünk, az ugye az volt, hogy milyen érdekes a pszichológiája annak, hogy az ember új dolgot vásárol, legyen szó egy drága napszemüvegről, telefonról, tévéről, vagy akár tényleg autóról, vagy bármiről, amire sokáig gyűjtött, fontos volt neki, és gyűjtögetett rá, szeretgette, dédelgette, és végül meg tudta venni. Hogy van az, hogy az ember azt pillanatokon belül tönkreteszi? És utána lehet, hogy évekig semmi nem történik az adott dologgal, tárgyal, telefonnal, autóval, szemüveggel, de a vásárlás pillanatában vagy a vásárlás utáni egy-két napban biztos, hogy lezúzod, megkarcolod, lejted. Mert te szoktad mondani, hogy valamire tanítani akarja az élet. Igen, az ember. Aha. És soha ne felejtem el azt, ami benned van. Azt a fantasztikus pillanatot, amikor a negyedik emeleti panelbe megvásároltuk a friss, vadonatúj, süppedős, vastag, nem is annyira olcsó, ugye milyen meglepő? Tőlük padlószőnyeget. Sárga padlószőnyeg volt, citromsárga, mind a két szobába, szinte mintha kivilágosodott volna télen és nyár volt. Fantasztikus volt, és azt gondoltuk, hogy ezt meg kell ünnepelnünk egy születésnapi partival. Virág születésnapja. Megjöttek a vendégek, első 5 perc, Virág unokatesója bejön a szobába, Axi, és azt mondja, boldog születésnapot, Virág, és azzal a mozdulattal kiejti a kezéből azt a pohár megyszörpöt, amit kint csinál neki. A sárgán jól és mutat. A sárgán, és tudod, és abban a pillanatban, és leesett. Fura, hogy nem volt nálatok nejlon. Úgy képzelek rátok egy szülinapi bulit, hogy mi az egész lakás le van fóliázva, mint egy komoly baleset után, vagy egy gyilkosság helyszínén. Tehát mindent lefóliáztok, és úgy jönnek a vendégek. Parti volt, parti után vissza akartuk már tenni, de sajnos már nem volt lehetőség. És tudod, amikor úgy forgatod a padlószőnyeget, hogy nem tudod eltüntetni azt a rohadtfoltot, mert mindenképpen... Próbáltad fordítva? Vagy az asztal alól egér a másik oldalt, a fehér filcet. Az sem volt csúnya egyébként. Tehát, hogy az is mutatós lett volna, a korábbihoz képest, de amikor leraktad ezt a padlószőnyeget, és örültélnek, és csodálatos volt egy napig. Igen. És ott és örökre ott marad, mint egy ilyen mementó, és igen, nézed, és soha nem felejted. Ráadásul, aki bejön a szobába, az nem arra gondol, hogy ez egy megyfolt. Na, kitöltetek meg ezért a padlószőnyeget, Jani. Kinek az orra vére? Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Éjjel piásan vécére mentem, valahogy nehezen nyílt az ajtó, pedig keményen húztam. Pukkanás, nem az ajtó volt, hanem a nappaliba lévő tévé 140 000 forintos új tévé hitelre. Mogyi küldte nekünk. Édesanyám a 80-as évek egyik karácsonyán megkapta a hőnáhított kristálypoharait, majd addig fényesítgette, törölgette, míg kettőt sikerült azonnal eltörnie. Persze sírás lett a vége. Helga üzente. Én apám a kétnapos Nissan Navaráját törte össze, áttörtem a szomszéd vaskerítésén. Mármint, hogy akkor ő törte össze az apja két napos autóját. Átmentem a szomszéd vaskerítésén, szerencsés voltam, mert nem ordított, csak fülön vágott. Tesommal megkaptuk az első számítógépünket, nem bírtuk ki, és magunk raktuk össze, 8 és 12 évesek voltunk, egy kábel kimaradt, elfüstölt az egész. Ah, hát, ugye ez, ahogy ez lenni szokott. Babi küldte nekünk. Kéthetes FW Jetta, ugye Volkswagen Jetta. Az első kirándulásnál egy cölöpnek neki mentem, most 3 éves, azóta semmi baja nem történt. Ez is tipikus. Annyira. Teljesen tipikus. Annyira. Vettem egy új hűtőt, a szomszédasszony segített a nejemnek beállítani, és lazán letörte róla a fogantyút. Új kamiont kaptam a munkahelyemen, első reggel a multikormányra borult a kávé, kormánycsere 150 000 forint. Azért is cuki, mert nem a tied, ugye? Igen. Tehát, hogy az egy céges kamion, na itt van akkor, új kamion, te... Azonnal tönkreteszed. Lehet ennek valami oka, ez egészen biztos, hogy egy pszichés oka van. Előtte és utána se borult ki semmi, huligán küldte nekünk. Amikor kijössz a boltból az új iPhone 6-osoddal, aztán elesel, recsenést hallasz, és azt kívánod, uram, add, hogy a térdem legyen. És nem. Igen, Zsolti küldte nekünk. Olaszországban nyaraltunk, és ott megvettem életem első és utolsó drága márkás szemüvegét, amit másnap a homokos parton ülve törölközővel megtisztítottam a lencsét, ahogy kell. Ami persze homokszemcsés volt. 100 mély karc lett a lencsén, jó mélyek. Persze jó nem betolgozva, jó alaposan. Én most jól megtörlek, kicsit drága szemüvegem. Jaj, de vigyázok rád. Csodaszép lesz, és a nap felé tartod. Igen, jaj, de szép vagy, de szeretlek, de drága voltál, igen, tipikus.
Két évig sporoltam garázsra, mert új autót akartam menni, megvenni, meg volt a garázs, plusz egy év spórolás, meg volt az új autó. Első kiállásnál, hogy jobban lássak, és véletlenül se húzzam meg a kocsit, nyitott ajtóval tolattam. Jaj, nem áll, annyira tipikus. Jaj. Á, ilyen gyönyörű. Kétnapos Fiat Bravommal húztam totállá egy szirénázó rendőrautót a Hungária Mogyoródi sarkán. Nem voltam boldog. Ezt Miki küldte nekünk. Azért egy kétnapos autót rommá húzni, azért az is nagyon első autók előfordul, ez egyik kedves barátom járt így a sárka Dacia-jával. Az első autója volt, jogosítvány után kapta az édesapjától, nagyon örült neki. Ő a mexikai út mögötti lakótelepen lakott akkor, és a mexikai úti felüljáron törte össze első nap. Teljesen tipikus. Igen, de valami ennek oka van, vagy valamiért oka van ennek. Itt van velünk István, hello István, jó reggelt! Jó reggelt, sajátok, jó reggelt, morning show! Na, veled mi történt? Hát annyi történt, hogy amikor bejött divatbe ez az almás Nokia-nak a 4-es kategóriája pár évvel ezelőtt, és egyik pesti barátom kitalálta, hogy akkor egész nyáron erre fog sporolni, és megveszi magának, hogy trendi legyen. És megvette, ez egy baromi drága a telefon volt akkor, nagyon sok extrával, és egész napot menőzött körülöttünk, mert mégiscsak azért egy legalább 6 személyű telefonról beszélünk, és ahogy ugye elbúcsúztunk a haveri társaságtól, és elindultunk hazafelé, akkor ugye mentünk át a Margit hídon. És berakta a inkzsebébe a telefont közbe, megláttuk a kirándulóhajót, kitaláltuk, hogy integessünk neki. Igen, romantikus, gyertek srácok, integessünk a kirándulóhajónak, igen? Persze, integettünk neki, és ahogy integettünk, ugye az inkzsebéből kicsúszott a telefon bele a Dunába. Tehát egy Murphy törvény volt. És így láttam a szemébe akkor, hogy azt az elvágyódást, hogy akkor most utána ugrik, és mit rajzfilmek be, talán még utolsó. Igen, de már tegfelesleges lett volna. Talán gyorsabban zuhan, és még a levegőben elkapja, és vízbe és érkezéskor feltartja a levegőbe, hát ha nem lesz vízesség. Boldog volt még mindig, minden boldogozásban benne volt. Integessünk a kirándulóhajónak. De gyönyörű, igen. Hát ez egy tipikus történetek, igen. Igen, nagyon szomorú volt utána? Hát akkor a kezében volt még a blokk, meg minden tartozik a telefonhoz, amit adtak a boltba. Még dobozzal együtt. Tehát 5 órát élt meg nála ez a telefon, és utána úgy nagyon sokáig kellett nyugtatni a lelkét, tehát ez akkor nem, most már így utólag pár év távlatával már baromi vicces, még mindig csak nekem. De, hát nyilván, ő kevésbé szórakozik ezen, igen. Köszi, hogy elmondta, ciao. Hello. Vettem 20 éves koromban egy méregdrága nadrágot, hosszú volt, felhajtottam, hol kell majd levágni és beszegni, drága édesanyám hol vágta le, ahová felhajtottam, pont a vádlimig ért. Ja, jó ide. Hát egy kis beszélgetés jó lett volna előtte. Mi a terv? 150.000 forintos laptop, tarhonya levest főztem, és sikeresen a készülékre borítottam. A leves megmaradt része egyébként finom volt. Anita küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy első keresetemből megvettem az álom kornadrágom, akkoriban volt divat a holdjáró cipőbüszkén, indultam aznap hajnalban suliba, az első lépcsőnél hasra estem, csak a recsenés visszhangzott a fülemben, térnél keresztben elszakadt a nadrág, suliig zokogtam. Soha nem felejtem el. Tüsi küldte nekünk. Új autó, első út, egyből 2 kavics felverődés, az egyik a lámpát, a másik a szélvédőt vitte. Tipikus. Teljesen tipikus, hogy beleülsz és telibe ver egy szélvédőt. Tudod, mi szokott még ilyen lenni, mikor veszel új bringatartót a tetőre, és még sose volt. Kijátsz a garázsból, fölteszed a 2 bringát az új tartóra. Elmentek anyával, kirándulás, biciklivel, jössz vissza, és beállsz a garázsba. És fönn a 2 bicikli. És csókolom bicikli. És mind a 2 láttam ilyet, igen. Amiket természetesen akkurátusan, precízen, jó erősen, hát jó feszesen, jó masszívan raktál föl. Egy évig béreltem egy autót, ahogy kifizettem, még aznap elől-hátul összetörtem. Taxis küldte nekünk. Az első Ray-Banem átvétele után feltettem, feltoltam a hajamra, lehajoltam, és azonnal ráesett a betóra, a frissen mosott hajamról lecsúszott. Maradandó karcolások a közepén, a lencsén. A laptopomra ráléptek, a gyerekek, betört a teteje első nap a kanapén. Gyönyörű. Igen, tényleg az a jobb, hogy ezeket így elereszted. Oké, megtörtént, ez van, sot, így, nem érdekes. Essen le ahányszor akar, csukodjon le, öntsed le, kit érdekel, nem szabad már vele foglalkozni. Belerecsensz különben. Ah, igen. Igen. Másfél millió Sony TV, minimál TV, szekrény, fekete polc, rajta virág, meglocsolom a virágot, kifolyik a víz, szépen bele a tévébe. Tévét megfogom, megemelem, kicsúszik a kezemből, és eltörik.
Ez egy másfél milliós tévé? Mit tud másfél millióért egy tévé? Nem tudom, Laci a tévézseni. Van másfél milliós tévé, amikor a 20 millióért is. Hogy mit tud például egyébre mondjuk lenullázza a költségvetés. Az biztos, igen. Na jó, hát ez teljesen tipikus, igen. Tehát megértjük Bentley is vagy Maserati is emberünket, aki valószínűleg újonnan vásárolt Maseratiban festéket öntött az anyósülésről előre. Játszunk, itt van már is a hallgatónk, Owen bácsi, ha játszunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, István! Honnan hívtál minket? Hát most az M0-áson állok pont, hogy ne legyen hangos a kihangosító. Ja, nem dugó van, hanem megálltál. Hát megálltam, hogy hallani. Halljam a hangot. Te jó vagy. Jönnek az SMS-ek, kezdek megnyugodni, hogy nem csak én vagyok ennyire béna. Ez Era küldte nekünk, igen. Én is béna vagyok. Igen. Azt nézem közben, hogy mi lesz a játék, vagy hogy mit kell kitalálnod. Ajaj. Ez egy filmzene. Ajaj. Jól megy? Neked a film, vagy szoktál? Hát, attól függ, milyen film. Nem is hát, ennyire. Ilyen nagyon régi, akkor nem biztos. Nem. Nem tudom, mennyire tipikus a zenéje, vagy mennyire megismerhető. Megnézzük, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi, jó? Hát kicsit rá. Nem soká hallgatni fogom én is ezt. Na, tényleg? Mikor jön a gyermek? Hát nem, most még van idő. Egy 6 hónap még van hátra. Ja. Úgyhogy, de nem soká. Gyorsan elmegy. Ja. És utána kezdődik az új időszámítás. Valami egészen más. Na, mutatjuk a filmzenét, figyelj. Rendben. Ajaj. Ajaj, zseniális zene. Nagyon kevés. Még egyszer lehetne? Persze, figyelj, mutatjuk. Én nagyon szeretem a zenéjét. Ez sorozat? Nem, ez egy, ez egy filmzene. Filmzene. Hát, nem tudom, hosszabbat akkor, hosszabbat, de van egy sejtésem, de nem biztos, hogy... Hallgass meg! Szép zene. Nagyon szép zene, és nagyon jó film is. Szép, meg szép, csak nincs. Ráadásul mennyi. Szomorú apropója volt a napokban. Na, ezzel kicsit segítek. Szomorú apropó. Leadta a filmet az egyik tévé. Igen. Nincs meg? Nincs. Nincs. Megmondom őszintén. Na, hát kár, pedig jó a film is. Szerintem láttad egyébként, mert nagyon nagy siker volt. James Cameron rendezte. Megmutatjuk akkor még egyszer. És az Avatarnak a zenéje. Az Avatar, pedig nagyon szeretem. Nem ismerted meg? Nem. Hát elég rosszul is hallom, de nem, abszolút nem volt meg. Az a James Horner írta, ugye, aki a napokban hunyt el szegényen. Igen. Repülőgép balesetben, pont az Avatar 2-n és a 3 dolgozott a James Cameronnal együtt. De azt is fogjuk felfogadatlan, hogy egyszerre csinál második és harmadik részt. Ja. Zseniális volt az egy is, igen. Nem, egyszerűen nem ugrott be. Mindegy. Nem baj. István, köszi a játékod. Nagyon köszönöm, örülök, hogy beszélhettem veletek. Szép napot. Szia. Köszi, ciao. Hello. Egyébként az éneklős rész a tipikus, ami most megy. Már ez most énekelnek? Így hát akkor ilyen itt repülnek ugye a megszeridett sárkányaikon. Ugye megszeridítenek. Hát mert nem sárkányok, azok a kis lények, amikkel repülnek. És mindjárt jön a daj-daj. Na, daj. Ez milyen jó zene. De hát eszem, ez az előmóda volt. Na jó, oké, ennyit a klasszikusokról. 3 perc múlva pontosan 8 óra van egy friss közlekedési hírünk, miszerint az M3-as tényleg beállt, a nullástól áll. Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Úgyhogy ott is, ha arra vagytok, vagy arra mentek, próbáljátok kerülni. Jó, egy pici szünet, aztán jövünk vissza nem sokára. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka.
megszólalásunk van. 8 óra, 10 perccel szokott lenni zene után. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Jani, hello, Feri! Hello! Jó reggelt! Baleset a 3-as főúton Kistarcsa után Budapest felé az M0-ás előtt alakul. A dugó Zoli, köszi, hogy elküldted nekünk. Aztán valóban az M3-as bevezetőn a baleset a Szent Mihályi felüljáron van, utána tiszta az út. Tehát aki előtte van, az érzi a dugót, aki utána, az nyugodjon, meg tud haladni, és nem is lesz más fennakadás. Fétis Matthias is elküldte nekünk, köszönjük szépen. A Kerepesi és a Keresztúri kereszteződésben nem működnek a jelzőlámpák, nehéz az átkelés, ezt Perec küldte nekünk. M3-as 127-es kilométer Nyíregyháza felé egy kék M10-es rekesz a pálya közepén, óvatosan üdv Karcsi, valamint azt mondja, hogy megerősítem, hogy az M3-as bevezetőn nagyon nagy dugó. 6 autókot, ahogy mondtam, a Szerencs utcától már. Oké, szép napot, Mikey küldte nekünk. Zamárd és Csap között az elkerülőn autó csapodott a szalagkorlátnak, valamint azt nézem, hogy padrakúton mérik az Ajka felől érkezőket. És több hallgatónk írta, nagyon szépen köszönjük, hogy megírtátok, hogy, hogy talán a múlt héten beszéltünk arról, hogy az Anahegyi pihenőnél az M0-ás mellett egy támfal meglehetősen leamortizált állapotban van már hónapok óta, és nem nyúlnak hozzá, és csak beszélni kellett róla. Elkezdték. Higgyük azt, hogy miattad van, hogy te ezt behoztad. Higgyük azt. Gondoljuk, merjünk nagyot gondolni. Megemlítetted, és meg eljutott hozzájuk, hogy baj van. Hónapokig nem nyúltak hozzá. Nekem egy picit csípte a szememet. Szeretem a rendet, a fegyelmet, a tisztaságot, a rendezettséget. Hónapokig nem nyúltak hozzá, nem. Beszéltél róla, és másnap elkezdték megcsinálni? Igen. Hát az komoly. Na mit kéne még megcsinálni az országban? Tessék egyet, mondjatok. Sajnos nincs elég időnk, Tízi. Sok mindent tudnánk sorolni, amit még meg lehetne. Amit még meg lehetne csinálni. Na, elküldtétek nekünk ezt a zongorista fiút. Én nem ismertem őt egyébként, de nagyon sok anyaga van fönt az interneten. És ugye pont egy Michael Jackson dal ment még a hírek előtt. És Richeli elküldte nekünk, hogy nézzük meg Bence Péter előadásában a Michael Jackson dalokat, mert hogy ő egyébként többet is feltöltött az internetre, és hát belenéztünk, egész egyszerűen zseniális, ilyen módon én még nem hallottam, hogy Jacko dalhoz nyúltak volna. 100 zongora, de semmi nagy. Más. Semmi más nincs az ő kezében. Ő már egyébként nemzetközi hírű zongorista, azért is mondta Balázs Bence Péternek, mert egyébként Péter Bence. Na, azért mondom, igen, csak megnyitottam a YouTube-on, és ott ugye angolul van, és Bence Péterként van megnyitva. Igen. Szerintem valamikor már őt szóba hoztuk itt adásban, mert hogy ő az a zongorista, aki néhány évvel ezelőtt felállított egy Guinness világrekordot, mert hogy 60 másodperc alatt több mint 760 hangot tudott leütni. Nem a Havasi a leggyorsabb, vége. Hát de most nem. Nem úgy volt, hogy Havasi a leggyorsabb? Azt a gyerekek. Vagy ez csak egy kampány volt egy aréna koncerthez? Lehet. Uh-huh. Valamit ki kellett találni, hogy fogjanak az annyi jól fogyó jegyek? Vagy mi történt? A leggyorsabb zongorista a leglassabban készülő frizurával. Igen. Igen. Na, és hát megtaláltuk. Megtaláltuk Bence Pétert, vagy Péter Bencét. Valóban zseniális. Belehallgatunk kicsit? Igen. Hogy zongorázik ő, és mit tud csinálni zongorán? A Michael Jackson Bad című dalával? Fantasztikus a pali. De irgalmatlan jó ízzel nyúl hozzá, hogy ugye nem csak egyszerűen eljátsza, hanem... Igen. Van egy szerencsés születési rendelenségen 12 ujja van. Ja, biztos, hát és 3 karja. Na, hát igen. Ha van még ilyen gyöngyszem az internetről, küldjétek nekünk, nagyon szívesen hallgatunk meg bárkit, és egy kicsit segítünk ahhoz, hogy még felfedezettebb legyen, hogy ilyen csúnyán mondjam, és mindenki megismerje. Mert tényleg jó kergeti. Csak mi vagyunk tudatlanok, vagy ez a külföldön lett nagyon sikeres, az ilyen tipikus magyar sztori. Tehát mert itt ült 3 ember most, mi 3-an, és ugye nem nagyon tudtunk erről a fiúról, Janinak meg volt ez az ütésszám, de hogy egyébként nem tudtuk, hogy ő ennyire jó. És külföldön meg már sztár. Hát szerintem előfordul azért. Előfordul, hogy kimennek inkább, és ott próbálkoznak. Aha. Mondjuk jobban jár. Hát igen. Ugye? Igen. De ha van még ilyen tehetség, mondjuk most megy Balázséknak a tehetségkutató, hogy nyilván ők oda jelentkeznek, de ha esetleg valaki például, mit tudom én, Slayert játszik Dorombon, vagy Köcsök Dudán. Igen, vagy Messi, mered Sekfúlán, akkor mindenképpen jelentkezzen, meghallgatjuk, igen.
Na, kaptam egy SMS, segítsetek, ti jobban tudjátok, én tudom, hogy most őrület van, és mindenki sorban áll, de ez most engem is elért, vagy el kellett, hogy érjen, és kéne rá valamit reagálnom, de nem tudom, hogy mit csináljak, mert hogy teljesen értelmezhetetlen a dolog, ugyanis én az egyik szolgáltatónál vagyok, ugye ez nem meglepő, mindenki van valamelyik szolgáltatónál, és írt SMS-t a szolgáltató nekem, hogy kiküldik a díjváltoztatási értesítésüket. Aha. Tájékoztatnak engem, hogy 2015. 7. 1-től kétoldalúan módosítani kívánják a díjakat, amelynek elfogadásáról én dönthetek. Aha, ezt kitalálom, ez emelés lesz, ugye? Mert itt módosítás van, abban még lehetne csökkentés is, de nyilván emelés lesz, és... hogy amennyiben 2015. 6. 30-áig az ajánlattal kapcsolatban nem nyilatkozom, a díjmódosítást elfogadottnak tekintik, aha. Vagyis ha nekem ez a dolog nem tetszik, és én elérem őket, akkor marad a régi? Hát csak ez ezt jelentheti. Ha te nem értesz egyet az emeléssel, akkor ezt jelzed feléjük, hivatalos papír, vagy bemész személyesen, és akkor neked nem emelnek díjat. És ez ezért van most sor ennél a két szolgáltatónál, mert hogy ezt az SMS-t ezt mindenki megkapta, és senki nem akarja, hogy emeljenek. És én betelefonálok, és azt mondom, hogy nem tetszik a dolog. Nem, akkor nem emelnek. Akkor nem emelnek? Hát ez az, ez az SMS, amit kaptál. Nem, akkor csak annyit gondolok, hogy húzz egy sorszámot, köcsög. Állj a sorba, te is. Na, de most várj, ezt elmondom, mert trükkös a dolog, ugyanis ezt pénteken 16 óra 45-kor kaptam meg. Tehát a péntek, szombat, vasárnap. Péntek, szombat, vasárnap eleven a bukó. Ugye? Tehát hétvégézel, elutazol, nem tudom, hogy meddig van ügyfélszolgálat. Vasárnap eleve nincs is nagyon, ugye? Tehát kiüldöztek bennünket a plázákból, vasárnap nincs. És tulajdonképpen holnap pedig már elsője van. Tehát azért szexi a dolog, mert összesen két rohadmányos napom van, menjek be és írjam alá, hogy nem járulok hozzá, igen, hogy emeltek. Hétfőke, mert én nem akarom, hogy emeljek. Hát ha ilyen drágák vagytok, hogy ezt megkérdezitek tőlem, akkor én nem akarom, hogy emeljek. Gondolom, ezt hatóságilag őket erre kötelezték, hogy nem emelhetnek egyoldalúan díjat. És mivel hatóságilag őket kötelezték, hogy ezt beszéljék meg velem, és mindenkivel, aki érintett, ezért ezt az SMS-t el kellett küldeni. De neki miért nem lehet. Tehát én egy emelni? Hatósági szabályozást vélek itt felfedezni. A benzinnél van ilyen, mikor benzináremelés van szerdánként, hogy egyetért, kedves Mollom tankoló. Igen, vagy igen. Igen. Igen, vagy igen. Tehát ott nincs, és nekik viszont kell, tehát az ilyen szolgáltatást ezt meg kell kérdezni. Most nyilván te, amikor aláírtad a szerződést, választott egy tarifacsomagot. Én vagyok egy tarifacsomagban. Van, vagy egy csomagban, de hát annak is... És vagyunk így ezzel. És vagyunk ezzel így még páran, így van. De hogy az a kérdésem, hogy egyébként, ha más terméket veszel, ott nem kell megkérdezni. A kenyeret se kérdezik meg, hogy felemelhetjük-e, vagy nem. Ez meg igen. Nekik hát igen. Ezt kötelező megkérdezni? Úgy tűnik, hogy igen. Igen. És ha azt mondod, hogy nem járulok hozzá, akkor ugyanannyi értelem. Szerintem ez nem az ő belső szabályozásuk, erre van egy külön jogszabály. Aha. Ami rájuk is érvényes. És ezért kell nekik megkérdezniük. Tehát ezt nem, szerintem a saját kisújukból szopták ki, vagy nem a saját jogtudósaik, vagy jogi szakértőik találták ki. És három szolgáltatóból most kettőnél ez van, mert én viszont nem kaptam ilyen SMS-t. Mert nekem csak simán emelnek? Én sem. Én is egy másiknál vagyok. Akkor neked csak simán megemelik. De ez van. Most csak a egy szolgáltatóra van ez, vagy a háromból kettő? A háromból kettőnél most ez van. Na, én az csak más az benne. Időpont. Más, ja. Más az időpont. Nekem a június 30-ai szolgáltatás van. Na most, de péntek délután kiküldeni egy ilyen SMS-t, az nem túl szexi. Nem? Nem korrekt. Tehát 16 óra 45-kor érkezett az SMS, nagyon izgulnék, már nem tudnék mit csinálni. Ja. Szerdán már lejár az időpont, tehát nekem ma estig ezt jeleznem kell. Csak így utána néztem, mert állítok, mindenhol kigyózó sorok, brutál sorbanállás, verekednek az ügyfelek, és az ügyfélszolgálat elérhetetlen. Tehát, hogy nem tudsz velük beszélni, és nem tudsz tiltakozni. De azt sem tudom, hogy mit küldjek nekik egy faxot, hogy nem. Hát figyelj, ha sorra... És írjam be a telefonszámomat. Telefons ügyfélszolgálat? Elérhetetlenek. Elérhetetlenek. Hát mindenki, tudod, 30 perc várakozási idő, majd visszahívnak. Hát aha. Nekem nincs időm 30 percet tud üldögélni. A kezelő jelentkezéséig hallgassa meg Péter, Bence, teljes Michael Jackson. Ingyenes, meg nincs ez a baj, csak nem tud az ember ennyit várni. Lehet, hogy azért kaptad, mert ugye ezzel kezdődik, nevette már az ABC-nek a végén, vagy Ábel Anita örülhetett. Igen, mert múlt hét hétfőn megkapta már. Nem, én azt hittem, hogy ebbe az NMHH valahogy ebbe beleszólt, és ezt, tehát hogy ők nem emelhetnek egy oldalúan árat, nem módosíthatják a szerződést. Úgy, hogy nem jelzik ezt a... Úgy, hogy ezt nem jelzik, és ez azért mondom, hogy hatóságilag szabályozott, mert azt hiszem, hogy talán az NMHH kavart itt be valamit, hogy nem, te egy oldalúan nem módosíthatod a szerződést. Rendben van.
felajánlják neked, akkor kettő napig legyél szíves befáradni, és egy tiltakozó hatalmasan nem táblával, de ad az ő tudomásukra, hogy nem járulsz hozzá. Aha, és csak személyesen lehet a nem tetszésedet kifejezni? Nem, hát azért kell bemenned személyesen, mert az ügyfélszolgálatot nem éred el. Aha. Bizony. Tehát ugye nem tudod, most fölhívnánk őket, még 4-3-11-kor is a várakozási idő több mint 193.000 perc. Kérje a kollégánk visszahívását a 9-es gombbal, és a büdös életben mind a két vissza. Kezelőnk foglalt. Erre például nekik nem kellett volna készülni, hogy akkor beállítok 5000 hát, kezelőt? Vagy? Szerintem ők készültek, szerintem vettek azért egy nagy levegőt. Be volt ott valószínűleg, srácok, ma lehet, hogy egy picit túlórázni kell, mindenki bekészítette magának ugye az energiaitalokat, stb. Azért őket most nem irigylem. Igen, de hogy van, amikor én aláírom azt a szerződést, hogy nekem ez a tarifám, akkor hát azért nyilván ugye az egy szerződés. Tehát az egy kétoldalú dolog. Tehát nyilván hát nem tudják, vagy nem emelhetik meg egyoldalúan, és ezért szabályozta akkor ezt az NMA. Szerintem én nem ismerem ennek a jogi hátterét, nem is olvastam, csak meglepődtem ezen az SMS-en, amit kaptam, hogy emelünk, de ha nem akarod, nem emelünk. Csak gyere be! Itt láttam a sorokat, mondom, no. Tudod, mit emeljetek? Vagy mi? Se, mit nem, mondasz? Nem tudom, hogy mit mondok. Én éjjel egykor fogom őket felhívni, vagy éjfélkor. Késő. Most, miért? Az, hát mert az már elseje. Hát akkor 11-kor. Halló! Jó, én vagyok az. Balázs. Mindenki vagy Balázs. Nem járulok hozzá. Jó. Érted? Nem. Illetve beszélhetünk róla. Ajánlj valamit, tegyél át egy másik csomagot. Nem, most azon gondolkoztam, hogy tényleg, ha este hívom őket, akkor kevesebben hívják már őket, én 10-11 körül. Hát. És mire emelkedik, ha nem? Holnaptól valami brutál mega giga csomagom lesz? Hát... Na ez egy elég konkrét kérdés volt, amire elég konkrét nem mert hát tudunk válfogalmuk. Hát gondolom, kiküldik az új tarifákat, aztán majd szépen levélben megkapod, hogy akkor elsétől mennyit kell. Ez egyébként alapvetően azért a teljes... De miért kell fizetnem, ha én 2 évre aláírtam és hűséges vagyok? Tehát én aláírtam egy szerződést, hogy nekem ez egy bizonyos ideig tart. Én aláírtam egy hűségnyilatkozatot, mondjuk X évre, abból még van 1 évem. Én ezt a tarifacsomagot vállaltam, ezt a tarifacsomagot kaptam, de én azért azt mondtam, hogy 2 évig még nálatok rohadok. Megmondom én még. De azt írtad alá, csak hogy ott rohadsz, hogy mennyire rohadsz, azt nem írtad alá. De már gondolom az van, hogy cserébe, ha te megkapsz egy bizonyos tarifacsomagot, akkor... cserébe, te 2 évig maradj nálunk. Aha. Én ezt akkor valószínűleg vagy szóban, vagy visszaküldtem meg. Én nem emlékszem, nem figyelem ezt azért az emelnapot. Biztos, hogy benne van az emelés lehetőség. Az van, hogy biztos, hogy benne van az emelés. Biztos, tehát benne ha benne van az emelés lehetőség, akkor nem kéne, hogy megkérdezzenek. Tehát ha te egy olyan szerződést írsz alá, ahol ők azt mondják, hogy emelhetünk, akkor nincs kérdés. Kérdés szerintem azért van, mert te aláírtál egy bizonyos időtartamra, határozott időre szóló szerződést, aha, ezzel a tarifacsomaggal, csak ők a közben kitalálták valószínű, most ez józan paraszti logikával, hogy ők emelnek. De nem tehetik meg egyoldalúan, hiszen te aláírtál valamit 2 évre, hogy hűséges maradsz hozzájuk. Persze, hogy nem, de... nem mész át, nem kacsingat sehova, jó kisfiú vagy, aha, viszont nem emelik neked föl az egekbe a előfizeti díjat, a PERS díjat, az SMS díjat, a roamingot, nem tudom, hogy mit. Most nagyjából ezt tudom kilogikázni. Szerintem simán benne van a szerződésben, illetve el tudom képzelni, hogy ez van benne kb. Ami most történik, hogy egyoldalúan nem emelheti az árakat, anélkül, hogy mondjuk a szolgáltatást igénybe vevőt, vagyis téged nem értesít erről. Most az Anna tegnap megkereste az NMH-t. Milyen jó lenne, nem telefonálna, hanem bejönne és elmondaná. De milyen fura lehet nekik, nem? Hogy? Hát, mert általában ők szoktak megkeresni másokat. Igen. Picit zavarba is jöttek. Valaki felhívott minket. Azt mondja, hogy péntek reggel foglalkozhatnánk a témával. Tök mondta jó. Ezt az NMA. Hát lehet, ma éjfélkor lejár. Nagyon jó. Fogok péntek reggel a témával foglalkozni, mondta az NMA. Hát. Nagyon drágák, meg nincs velük jó baj. Jó napot kívánok, NMA. Igen, köszönöm szépen. Sebestyén Balázs vagyok, és azért telefonálok, hogy picit korábban foglalkoznánk a témával, ha lehet, mert különben én nagyon csúnyán be... Írtál egy konkrét levelet, hogy igen, tisztelt sajtóosztály, az ügyben keresem önöket, hogy a Class FM Morning Show műsorában szeretnénk egy megszólalót kérni, aki elmondja nekünk érdemben, hogy mi a fenéről van itt szó, és mit tudunk mit csinálni. Igen. Ugye, hogy a két szolgáltató július 1-től árat emelne, igen, akik gyorsan lépnek, mint ügyfelek, megtartatják a mostani tarifáikat. Várom válaszukat, kérem írják meg, hogy kit keresetünk az ügyben. Köszönöm, te Ponyicki, annak gyönyörű. Aha. Ezt nem a válasz pedig. Jött a válasz. Tisztelt Fróna Ivet. Ez így van. Jézus, akkor ez egy bemásolt. De legalább válaszoltak, hogy nyilván túlterheltek.
túlterheltek, tehát igen, nincs ezzel baj. Köszönjük megkeresésüket, ők csak azt mondták, hogy pénteken tudnak erre válaszolni. Uh-huh. Igen, hát ez nekem nem jó. Hát nem, de majd megírom nekik 10 után, ha lesz időm. Csak most még nincs, mert egy élő adással kell foglalkoznom. Hogy nagyon kedvesek, köszönöm szépen a választ a műsor nevében, de hogy ma éjfélkor lejár a határidő, tehát okafogyottá válik a péntek éjfél. Nem, megfogom 10 után, nincs rá időm, mert hogy dolgoznom kell. Aha. De megfogom, hogy érezzék a törődést. Uh-huh. További jó egészséget, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen egyébként meg a válaszokat, és tisztelettel Ponyicki Anna nem ívett. És akkor most mi lesz? Most akkor menjek be? Emelik a tarifádat, ennyi. Aha. És egyébként nem az is engedem. Hát de nem tudsz mit most, csinálni. Így nem tudom válaszolni. Milyen makacs? Most nem tudom azt mondani. Nézd oda. Nem. Mondom a számomat, nulla. Mondom a számomat. Sebestyén Balázs az előfizető, nem. A válaszom egy határozott nem. Figyelj, tiltakozz. Ma kibontam. Hát hallod, hogy eljutott hozzájuk. Ezt szerintem nem elég. Ha ezt most elküldjük ezt az anyagot neki, az elég? Írjuk ki. Menjél a cég székháza elé, egy partvisénye ragasztott a papír táblával, és az legyen ráírva, hogy nem, soha. Jó, most küldjétek el, ha ugyanannál a szolgáltatónál vagytok, ahol én, névvel, és a neveteket is beolvasom. És megtörtént a tiltakozás. Kovács Péter, Nem. Horváth Ilona, nem. Nováki Gyula, nem. És 10 óra. Elmarad a kívánság műsor? Kis Patricia, nem. Nagy Ervin Márton, nem. És van egy erről egy dokumentum. Nem tudom, mennyire hivatalos, kevésbé gondolom, hogy az lenne, de mi most itt nyilatkoztunk, hogy nem. Hát de milyen rögzítésre került a beszélgetés, nem? Egyébként rögzítésre került a beszélgetés. Bármikor kijátszom, és továbbítom a szolgáltató felé, hiszen ez elhussant az éterbe. Persze. Igen. Mi is alá is írjuk neked, itt van négy tanú. Így van, például az is tök érdekes kérdés, hogy miért azért kell telefonálni, hogy ne emeljenek. Uh-huh. Miért nem csinálták meg úgy, hogy aki egyetért vele, az telefonáljon, hogy igen. Ha nem jelentkezik, nem emelünk. Akkor nem emelünk. Zseni vagy. Ugye? Azt mondod, hogy ha ön azt szeretné, igen, hogy a tarifasomagját, akkor telefonáljon is egy határozott igen. Miért van az, hogy én a nemmel menjek utánuk? Miért nem az igennel rohanok utánuk? Vagy kérdezek mást, miért nem tudok SMS-ben válaszolni? Tehát nekem megjött az SMS egy számról, egy adott számról. Próbáltál visszaüzenni? 202, visszaírom, hogy nem. Visszaküldtem, hogy nem. Figyelj, ma 8:29-kor ott van, hogy nem. Nem. Ennyi. Nem. Miért nem tudok SMS-ben válaszolni? A rendszer tudja, hogy kinek küldik az SMS-t, megnézi a rendszer. Mennyivel egyszerűbb lenne? Figyelj, nem írhatsz, hogy nem. Kérjük a kétoldalú módosítása kapcsolatban, keresse ügyfélszolgálatunkat. Megjött a válasz. Üdvözlettel a szolgáltató. Dead bájosak. Legalább válaszoltak. Meg a nem, amúgy sem lett volna elég. Mert azt még bármivel be lehet fejezni. Mert komolyan mondom, nem zavar, hogy emelitek. Nem zavar. Nem zavar, hogy emelitek. Nem. Igen. Nem érdekel. Nem érdekel. Balázs, én biztos azt akartam mondani nekünk, hogy nem érdekel. Nem akarok vitatkozni veletek, ti tudjátok. De komolyan mondom, nincs elég baja az embereknek, még most menjenek be a munkahelyükről, szakadjanak, álljanak órákat sorba, hogy nyilván nem járulnak ahhoz hozzá. Ki a fene járul ahhoz hozzá, hogy emelkedjen a percdíja? Hát miért kell az embereket még ezzel is csesztetni? Miért nem lehet azt megkérdezni, hogy ha nem tiltakozik, marad az alapcsomag? Meg vagyunk. Igen. Trükkös. Ha ön akarja, akkor egy igennel. És hogyha a igennel egyébként a válaszod, akkor mennyivel egyszerűbb lenne az ügyintézés is, nem? Akkor viszont nem is zavarna, mert akkor betelefonálna, és minden kezelő szabad lenne. Csak az igen miatt telefonálok. Elnézést, nem értem. Hát, hogy igen, persze, nyugodtan emeljél. Hogy mit teszünk mondani? Van egy, aki azt mondja, hogy ő ma az első telefonáló, ezért egy 10 éves aranykártyával jutalmazzuk. Eddig nem csörögtek a vonalak. Beszámíthatónak tűnik. Igen. Na, itt van egy hallgatónk, aki szintén ezzel szenved. Halló, Laci, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Hello. A szolgáltató nélkül jó, csak hogy tudjuk, hogy melyik két szolgáltatóról van szó. Nyilván te mit tudsz az ügyről? Az egyik, jó, amit még hozzá tudsz tenni nekünk, amiről beszéltünk. Nekünk lejárt már a hűségidő, úgy küldték ki. Először egy levél jött, ami hát érdekesen megfogalmazva, mert úgy tűnt, mintha az lenne benne, hogy nekünk nincsen más választásunk. Miután nincsen hűségidő, ők punktum megemelték. Ekkor már bedurant az agyunk, mondtuk, hogy jó, akkor másik szolgáltató. Nem ragaszkodunk mi hozzájuk 10 év után se annyira, ha ők nem ragaszkodnak hozzánk. És szombat reggel jött egy SMS, hogy akkor döntsük el, hogy nyilatkozhatunk-e, hogy nyilatkozunk, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Fölcsomagoltuk a kis családot, bementünk, ügyfélszolgálat sorszámtép, nem kerültünk sorra, eljöttünk. Úgyhogy jó tanács, be kell telefonálni, úgy is lehet nyilatkozni, nem fogadja el az ember. De mi megkérdeztük, hogy rendben van ez a tarifa csomag, ami nekünk van, az nem annyira jó, szeretnénk váltani másik tarifa csomagra, ugye az is oda volt írva az SMS-ből, hogy díjmentesen lehet másik tarifa csomagra váltani, akkor megörültek,
mondták, hogy igen, akkor egy korszerű másik ugyanolyan jobb tarifa csomagra átváltható, csak hogy 2 év hűségidőt kell vállalni. Mondtuk, azt nem szeretnénk, mert készülék az nem kell, csak tarifa csomagot szeretnénk váltani önmagában. Mondták, hogy nem, azt nem lehet, csak 2 év hűségidővel, mondtuk, hogy akkor elmegyünk máshova, másik szolgáltatóhoz, mondták, hogy jó, és elmentünk másik szolgáltatóhoz. Hát nem egyszerű elvárja ez azért hát ebben nem. a formában. Nem sok választási lehetőséget igen. adnak. És mi van azokkal, akik nem tudnak bemenni, nyaralnak, nincsenek itthon, nem tudnak telefonálni, külföldről nincs pénzük betelefonálni. Tehát azért az egész egy kicsit fura, mert péntek este kapsz úgy egy SMS-t, egyébként szerda reggel neked megváltozik a csomagod úgy, hogy lehetőséget sincs bemenni. Nem vagy Budapesten, nem tudsz telefonálni, nincs időted elintézni. Hát mi az, hogy valamire 2 napot adnak? Én ezt nem is értem egyébként. Vagy szombat reggel kapod meg az SMS-t. Igen. És szombat reggel annyira nem ír az ember, észbe se veszed. Hát igen, az, hogy ha nem veszel észre, az van. Nyilván egy nehéz hivatkozási alap, de az, hogy mint időintervallum, hogy szombat reggel megkapod, igen, kicsit szűkös, sőt, nagyon szűkös, hát ez teljesen egyoldalú ez a dolog, nyilván arról szól, hogy egy arra bazíroznak, hogy egy csomó ember nem tud bemenni, nem is értelmezi az SMS-t hirtelen, nincs elég ideje, nyaral külföldön, vagy ha miért nem adnak 1 hetet, 1,5 hetet, 2 hetet, hát mi az, hogy valamire 2 napod van, ráadásul ők akarnak egyoldalúan emelni, nem? Hát igen, ez az ügyfélszolgálatom, bocsánat, hogy közbeszóltam, az ügyfélszolgálatom olyan káosz volt, hogy az elmondhatatlan, tehát ott álltunk 1/2 órát, vagy 3/4 órát, és egyetlen egy sorszámot ugrott a sorszám számláló. Hát nyilván mindenki bement. Jó. Igen. Gyerek elkezdett üvölteni, jöttünk haza, nem tudtunk mit csinálni. De az egyik szolgáltató 2 közül emelt az időintervallumon, tehát ők korrektebben csinálják, mert ott még nagyobb időintervallum van. Ahol én vagyok, ott van a 2 nap. A másik az adott, azt hiszem, 1 hetet, 2 hetet, tehát ők szerintem sokkal korrektebben próbálják ezt intézni. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szívesen. Sziasztok. Köszönjük. Hello. Igen, hát mit lehet egyébként náluk nagyon egyszerűen és gyorsan elintézni? Pénzt küldeni nekik. Hát azt hogy ez a legjobb az egészben, hogy ügyintézni, mindig bonyolult, mindig összetett, pénzt ezt bármikor feladhatsz nekik. Én elküldtem egy nemet. Uh-huh. És akkor mit mondtál, mi a válasz? Kérjük két oldalú módosítással kapcsolatban a 1220-as nekem telefonszámot. Sokkal jobban tetszene, hogy az lenne a válasz, hogy de. Nem, mondom, de. Mondjuk de. Nem. Így jártál, sajnáljunk. Ez buktad? Ahó, már ki vagyunk kapcsolva. Már nem is látjuk ezt az SMS-t. Nem hallom, amit mondasz. Fél 9 múlt pontosan 4 perccel 3-as ugrás, ha valaki játszana velünk, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Jaj, de pofon vágtam magam fülesen. 3:49 lesz, pontosan nem lesz, mert hogy már annyi van. Gyerekek, próbálom hívni a szolgáltatómat, de nem. Nem de akar semmi beszélni. Kise cseng, vagy nem veszik fel, vagy nem, mert szétkapcsolt, tehát elérhetetlen effektíve. Én a 12-20-at hívom, és nem tudom őket elérni. Megbántottak, érted? 2 évig jobban rosszban együtt voltatok, és akkor most te ilyen vagy velük. Igen, most ezt a kis emelést te nem fogadod el, szemenköpöd őket, hát szörnyű. Azt tudjuk, mennyit emelnek? Nem, én nem is náluk vagyok. Hát nem mondom, hogy bánom. Nem, csak azért bosszant a dolog egyébként, mert hogy azért az, hogy elérjem őket, az legalább egy esély. De az, hogy a 12-20 elérhetetlen, az nem jó. Ráadásul néha olyat jelz, hogy foglalt. Na most az mikor volt foglalt? Soha. Hát mindig jön egy automata, ami bekapcsol neked, nem? Így tehát, van, tartsa a vonalat, hogy válaszol a menüpontok menüpont közül, ezeket válaszol, elmondják. Igen, de az, hogy szétkapcsol, vagy az, hogy foglalt, igen. Jó, akkor mondom még egyszer. Na. Nevet mondjál elő. Igen. Sebestyén Balázs vagyok. Nem! Mondd tovább, mert ez olyan, hogyha nem Sebestyén Balázs lenne. Csak mondd tovább, hogy nem járulok hozzá az emeléshez. Nem szimpatikus, amit csináltok. Nem szúrtok ki velem. Ez nem. Ez véleménynyilvánítás. Ja, nem szimpatikus, nem kell. Nem járulok hozzá a szerződés módosítására. Így van. Nem. De nem mondok más. Nem. Hát, de mit kér? Hozzájárul ön ahhoz. Mi a kérdés? Nem járulok a konzultációban. Hozzá. Válaszolja a egész mondatban. Nem. Igen, nem járulok hozzá. Nem járulok hozzá az egyoldalú tarifa emeléshez. Ezt kell végigmondanod, mert csak annyit mondasz, hogy nem, vagy nem járulok hozzá, akkor bármit mögé vigyeztetnek, érted? Biztos, hogy minket akart hívni, uram? Nem, uram, ön rossz számot hívott. Ne itt adogjam. Na mindegy. Hát komolyan mondom. Azt mondják, hogy éteren keresztül is csak ügyfélszámmal vagy jelszóval érvényes. Tehát, hogy nem fogadják. Hallották?
Hát könnyen megjegyezhetünk. Jó, köszönöm szépen. A válaszom pedig nem. Visszamondom. Tehát P, mint Péter, I, mint injektor, T, mint Tamás, mert pita. Csak rosszul értette. Igen. Így van. Pita. Van egy ilyen gíroszos. Anyát pitája. Ja, igen. Nagyon jó duma egyébként. Na jól van, játszunk, jó? Hát kibosszankodtuk magunkat, gyerekek. Aki sorban áll, kitartás, aki az ügyfélszolgálatot ne hívja, mert én hívom. Jó, mondom, 10 óra 6 perckor telefonálok. 10 óra 6 és 7 között senki. Hadd érjek oda. Utána átadom nektek. Osszuk be! Dolga van, érted? Osszuk be! Most... Mindenki mondja meg, mikor hívja az ügyfélszolgálatot. Küldjetek nevet, te mikor hívod. Beolvassuk, Irén néni Ózról hívja 13 óra 48-kor. De mindenki csak utána. Én mondom. Csak jelzem egyébként, hogy itt az SMS falon látszik, hogy mindenki, miután te felvetted a témát, azután jelezte, hogy neki is problémája van. Magyarul ki az első? Te. Én voltam az. Stipstop. Stip, stop! Stipi, stop! Stoppoltam? Már jött üzenetem. Oké. Okay. Ja, nem, anyósom. Jó. Ja, mi? Próbáljátok meg. Nekem tegnap sikerült. Mi? Anyós pajti. Ő egy... De most, na de na most nehogy így írja alá, hogy anyós pajti. Igen, hát milyen cuki. Hát anyós nagyon. Pajtiként aláírja. Ő egy másik számot mond, de nyilván ő másik szolgáltatónál van. Uh-huh. És mit próbált ki tegnap konkrétan? Ülövült? Nem biztos. Igen, egy dunckötést. Nem, már nem tudom, hogy melyik szolgáltatónál van, de én esetleg én nem érem el a sajátóan. Szevasz Balázs, a válaszunk de! Igen, értem. Ezt kaptam esemben. Ez jött esemben. Kedvesen fizetünk, a válaszunk de! Üdvözlettel! Üdvözlettel a szolgáltató. Na játsszuk egy jó kis hármasugrást, már is itt van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, jó reggelt, Edina! Sziasztok, jó reggelt, sziasztok, hello! Szia, szia! Edina, honnan hívtál minket? Budapestről, éppen itt ülök az autómban, úgyhogy zéró segítséggel... Csak rátok vagyok hagyatkozva. Zéro segítség. Hova mész éppen, Edina? Munkába. Úgyhogy. És mit dolgozol? Kicsit félreálltam, hogy tudjak játszani. Tessék? Mit dolgozol? Hát én mondjuk úgy, hogy a magyar meg a francia cégek között próbálom elfogadni a kereskedelmi kapcsolatokat. Ó, ez egy ilyen külkereskedelmi cég, és ott vagy? Igen, inkább egy ilyen non-profit vállalkozás. Non-profit vállalkozás. Igen. És mi a feladatod a cégnél, vagy mit csinálsz? Hát hozzám futnak be Franciaországból azok a megkeresések, amelyel beszállítókat, vagy esetleg valamilyen üzleti partnert keresnének a franciák, úgyhogy én próbálom őket továbbítani a magyar cégek felé. Segítem a magyarokat, ha tehetem, meg a franciákat is. Úgyhogy elég érdekes munka, sokrétű, hát nagyon sokféle megkeresést kapunk, az biztos, úgyhogy el se hinnétek, hogy... mikkel akarnak itt bizniszelni a franciák. Úgyhogy... Na mit egyet mondjál, mit akarnak behozni? Hát figyeljetek, volt már példa aranyozott konnektorra. Tök jó. Azt keresték, csatlakozók. Akkor, ami még érdekes volt, például meg akarták tanulni, hogyan kell akácfát ültetni, mert nem tudják. És nekik a Douglas fenyő az eléggé, hát hogy is mondjam, elterjedt, de a magyarok a legjobbak az akácfa ültetésben, úgyhogy ez is érdekelte volna őket. Bár ezt is szabályozni akarták. Bizony. Igen, nem is tudom, hogy most invazív fafajnak nyilvánította végül az EU, vagy nem. Na mindegy, szóval tényleg nagyon-nagyon sokrétű. Most figyelj. Például... És az aranyozott konnektorosokat összekötötted a győzikéjékkel? Próbáltam, de a győzikének nem volt elég nagy volumenű a biznisz, úgyhogy azt mondta, hogy a réz az itt jobban megy. Jó ide, ha ezt mi mondtuk volna, hogy ilyen, nem mi mondtunk. Abba holnap már cik lenne, de ezt a játékosunk mondta. De melyik győzikére gondoltatok? Egyikre se nem mondtad. Senkire, mi senkire nem gondoltam. Ja. Edina, mennyi idős vagy egyébként? 32 éves. 32 éves vagy. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem. Szerintem mindent tudni fogja. Igen? Így van. Okos, hát nagyon szellemes. Remélem. Milyen volt a földrajzból? Hát, nem rossz. Nem emlékszem rá. De az jó. Mert hogy földrajzzal kapcsolatos az első kérdés. Mehetünk? Oké, hajrá. Hány országgal határos? Svédország.
Hát ők ott vannak éjszakon, igen, skandináv ország, azért ott annyira sok ország nincsen. Gondolj jól. Kettő. Azaz, így van. Nagyon jó a válasz. Finnország és Norvégia, ugye? Finnország és Norvégia, igen. Igen. Ráig gondoltam. Hát ott van alattuk Dánia, de hát ugye ott köztük meg már ott van a kis víz. Egy kisebb mennyiségű víz. Egy kis víz van, tehát közvetlenül ugye nem határosak, Norvégia és Finnország a közvetlen két határ, balról, jobbról. Így van, menjünk tovább? Mehetünk. Baseball sapkája. Milyen jellegű? Ja, sport. Mindegy. Ó, sport. Ó. Oké, hajrá. Sportolsz valamit? Igen, úgyhogy tájfutás, tenisz, kézilabda. Wow! Többit csak olyan érintőlegesen. A Feri szereti a kézilabdát, Jani szereti a futást, én szeretem a tenisz. Hát, mintha ránk készültél volna. Na, hát. Na. Remélem, a kérdés is rám van szabva. Ki az a magyar úszónő, aki aranyérmet nyert a legutóbbi nyári olimpián? Hosszú Katinka? Riszta Léva, hát hosszú táv úszásban. Nyugtasson meg a tudat, hogy én is mindig keverem őket. Egyikére, másikére, de hogy sose tudom őket felháborít, hogy állandóan nyer mind csak román nyerik magukat állandóan, szörnyű. De mindig keverem én is őket. A Riszta Véva és a Hosszú Katinka, néha sose tudom, hogy melyik úszik most 10 kilométert. Hát, és... igen, meg hát azért Hosszú Katinka, nem tudom, hogy most nagyon-nagyon benne volt, ugye bár igen, de az olimpián nem volt túl sikeres. Ja, igen. A világkupákon hát, volt nagyon-nagyon sikeres. Ennyire nem voltam képbe az eredményekkel a úszás kategóriába, de... Mindegy. Ki úszik 10 kilométer, gyerekek? A Riszta Véva úszik sokat. Ott olimpián is román nyerte magát, nem? Hát egyet sikerült. Igen. De az igazából romá. Bizony. Edina, ez gyors volt. Nem baj. Örültem, hogy játszottam veletek. Mi is örültünk. Mindig örülünk a vidám hallgatóknak. Na hát ezért vagytok, úgyhogy... Na, akarsz róla beszélni. Az embert egy kicsit. De most nem vagy szomorú. Dehogy vagyok szomorú, na, dehogy. Jó kedvem van, jó idő van. Csomó franciázás vár rá. Úgyhogy... Igen. Miért lenne szomorú? Jó idő, mész Szabira? Megyek majd, igen, majd, hogyha a munkám engedi, de szeretnék, úgyhogy majd egy pár hét múlva már. Mert ilyen augusztus környékén már azért nem annyira sok a munka, hiszen akkor mindenki szabadságon van a franciáknál is, úgyhogy... Remélem, az idő is jó lesz. Ők úgy mennek, Szabira, mint az olaszok, egy nagyra, nem? Hogy három hétre, egy hónapra elmennek, leállnak a hétre. Gyárak, igen. Mindenki bezár, baromra bírom őket, ez egy tök jó rendszer. És három hétig tudod, hogy az ország effektíve szabadságon van. Így van. Egy hétig nem érsz oda, mert mindenki az autópályán van, tehát elindulsz pénteken és szerdán vagy ott. Igen, de utána van két gyönyörű heted, plusz a hazaút, igen. Így van, úgyhogy megadják a módját rendesen. Egyébként ezt tök jól csinálják, ezt a rendszert. Edina. Hát igen, meg azt is, ahogyan dolgoznak napközben, mert az is azért egy nem annyira stresszes, meg azért, hogy van nem kétszer egy óra kávészünet, két órás ebédszünet, csak szépen, lassan adjuk meg a módját. Jól csinálják. Ja. Puszilunk, köszi a játékot. Oké, köszi szépen. Ciao. Hello. Helyes volt. Nem? Anyósommal SMS ezek közül. Nem. Lemondja neked, hogy megmondja a nemet, ő majd bemegy. Mindent intéz. Anyuka bemegy. Megírta? Vértitatok vele, bezavarom. Rendben lesz az ügyfélszolgálat. Olyan, mint a lánya egyébként? Az a... Nem. Olyan, nem annyira vehemes? Nem. Nem esett messze a halma a fáját. Annyit mondok, mama, ügyfélszolgálat. Füstszál fel, vérző fejek, és vége van. És ír egy SMS-t elintézve. Mert csak egy meghatalmazást kell neki küldeni. Bemegy gyönyörű nyári kalapban, a karján a kis, lesz itt rend. Kis kutyájával, a másik kezében pedig egy napernyővel. És amikor kijön, a napernyő hegye véres. És a kalap egy picit félre billen. És a kutyának is szikét oldalt a fehér szőrén vérfogta. Na jó, 4 perc pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, egy jó kis Timbaland dal után, és folytatjuk, méghozzá belevágunk az utolsó egy órába. Ami az időjárást illeti, sokat nem tudunk róla beszélni, csak annyit, hogy napról napra melegebb lesz, jó idő, és hétvégére már igazi nyári időjárás. Napsütés, meleg, minden, amit az elmúlt pár hétben hiányoltunk. 35 fok.
35 fok, úgyhogy végre lesznek a strandokon, végre eladhatnak újabb lángost és hekket a Balatonon, és kicsit mindenki úgy érezheti, hogy tényleg nyár van, mert az elmúlt pár hétben igazából nem nagyon volt. Holnaptól jönnek megint a tömeges koccanásos balesetek a miniszoknyák miatt. Ha, ezt ne is mondd. Nem bámuldozni kell, hanem nehéz vezetni, jó? Így van, a koccanásos baleset. A koccanásos baleset is nehéz ügy, de hogy ennyi jó nő van, az még nehezebb ügy. Még nehezebb ügy, komolyan mondom. Te mit tudsz, egy színházba állsz, egy lepukkant öltözőbe végig? Csak tegnap 6 rúttáncos produkciót néztem meg. Aha, és ott ugye volt egy érdeklődés és végre. És a sportrútánc, tehát nem az, hogy... Nem tényleg... csoda, hogy fáradsz. Tehát nem az a típusú rútánc, amikor valaki félmeztelenül, hanem a sport részét, ami brutális gyakorlatok, de olyan csajok 20 évesen, hogy elképesztő. Elképesztő egyébként, tényleg. Na, de ennyit erről. Nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóim, mi helyzet az utakon. Azt mondja, hogy... 31-es főút súlysápon 3-as baleset van, úgyhogy vigyázzatok, már a rendőr irányít. M7-e 131-es kilométer mindkettő oldalon drága fotó készülnek, Tiguan küldte nekünk. Aztán a 3-as főúton Kistarcsa után Budapest felé az M0-ás előtt alakul a dugó, ezt Zoli küldte. A gyorsforgalmi elején befelé figyelnek rendőrautóból, utána a kökinél kiszedik a szabálytalankodókat, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Zsolt küldte nekünk, köszönjük. Valamint az M3-as bevezetőjén az első felüljáron van a baleset, utána már lehet haladni. Na, mert hát még jönnek a tippek, hogy ki, hogyan, milyen számon próbálja elérni a saját szolgáltatóját. Ügyeskedjetek, jó? Mi beszéltünk erről, kitartás mindenkinek. Még van egy nap, hogy ez a dolog, ez működjön. Én a 12-20-ra tudok egy nagyon jó tippet mondani, hogy a 20-20-4 darab nullát gyorsabban eléritek. Aha. 20-24 darab nulla. 20-26 darab nulla. Bocs. Most sose voltam erős matematikus. Aha. Jó? Ősetekben valamennyi nulla. Vagy előbb-utóbbi volt. Jó, jobb, mint a 12-20. Ezt tudom nektek tanácsolni. Azt talán egy kicsit kevesebbe hívták. Mindez idáig, hogy ezt most nem sikerült bemondani. Az is elérhetetlen, de kevesebbet hívták, mint a másik. Igen. És a válaszom továbbra is nem. Azt mondja, hogy július 3-án megyünk Győrbe, erről is beszéljünk még egyet. Nagyon egy fontos, reggel már egyébként megemlítettük természetesen, de beszélni fogunk róla folyamatosan egészen addig, amíg meg nem jelenünk a Győr plázánál, a posta csomagautomatájánál. És ez most péntek, júli 3? Most péntek, igen, nem a jövő év július 3-a, így van, tehát most péntek július 3. És egy csomag automatát tesztelünk, méghozzá úgy, hogy kódok alapján a hallgatóink nyitogathatnak majd különböző kis rekeszeket, és ezeket a rekeszeket mi megtömjük ajándékokkal. De tényleg nem túlzás azt állítani, hogy megtömjük, készülünk, szeretnénk minél több győri hallgatónak örömet okozni, brutális ajándékokat viszünk, és ez most nem barokos túlzás, tényleg így van. 2 millió, tehát 2 és 6 nulla, csak hogy az előbbiekhez kapcsoljunk. 2 millió forint összértékű nyereményért lehet majd játszani. Amiből rögtön a felét mondjuk majdnem elviszi a fődíj, de az olyan, hogy egy 7 éjszakás all inclusive, így tehát van. Egy nagyon-nagyon kemény repülőjegyes transferre mindennel együtt, tehát nem kell már pluszt fizetni a reptéren, egy nagyon komoly törökországi nyaralás. Törökországi nyaralás, tévé, 64 gigás, okostelefon, gyerekkerékpár, felnőtt kerékpár, tablet, kávéfőző, mikrohullámos út, minden lesz. Ugye a kérdés, hogy melyik kódot nyitod, melyik kódot kapod, akarsz-e cserélni, szerencsés vagy kevésbé szerencsés, és ha minden igaz, mi is elrejtünk a rekeszekbe egy-két saját személyes ajándékot, amit nem leszek annyira boldogok, ha megnyeritek mondjuk a 4 fős törökországi út helyett, igen, de legalább lesz egy toppot zoknitok Janitól. De pontosan így van, vagy egy laskaszűrőt, tepsiszettet, bármi. Nem lesz nem drága, tudom, de, lesz a személyes. De praktikus lesz. Igen. Na, úgyhogy Győr pláza. Jó, majd amit találsz az autóban a 80-as évekből. A gyerekek, az én autóban, minden a csomagtartóban. Minden van, igen. Na, nekünk pedig vendégünk van, mert hogy azt olvastuk, hogy ha a jelenlegi szakmájában, és nyilván feltételes a dolog, természetesen úgy beszélünk erről, esetleg megszűnnének a lehetőségei, akkor valami mással is szívesen foglalkozna. Rékasi Károly, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt mindenkinek! De örülünk, hogy itt vagy! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és így közvetlen közelről hallhattam, hogy mi minden vár a győriekre, de hát nem csak a győriekre, mert ugye oda el is lehet utazni. Mi minden vár az úton lévőkre, hát ez valami sok helyzet, hogy beülünk az autóba, vagy motorra pattanunk, és mint a gyík figyelünk mindenfelé, hogy honnan figyelnek éppen minket.
De hát mi vagyunk a hülyék, mert ugye veszünk magunk ellen ilyen csoda trafipaxokat, ami már minden meg, azt is látja, hogy fogad mostan, vagy nem mostan fogad. Tehát én vagyok a hülye, hogy veszek magam ellen ilyen trafipaxot. De veszem, mert ez engem megnyugtat, tehát akkor nincs. Te vetted a trafikat? Nem tudta, azt hittem közbeszerzés. Igen, és én is fazoníroztam, tehát hogy melyik mit figyeljen. Ezek átlátnak egyébként a karosszériát. Jut eszembe a miniszoknyás lányokról, tehát hiába bújik bárki is autóba, mert mindent látok. De a felhozatal elképesztő, nem? Nem tudom, motorozzol, vagy autóval jársz? Motorral, mert tényleg gyakorlatilag közlekedhetetlen Budapest, és átérni a stúdió meg a színház között, esetleg oda-vissza is, tehát reggel van egy felvétel, aztán próbálunk, aztán vissza a stúdióba, tehát ez autóval megoldhatatlan. Így aztán motorral röpködöm. Kis robogó, vagy valami nagyobb? Nagy robogó. Igen, ez egy 600-as Silverwing, és elég na, jó szám. Nem háromkerekű muter moped. Nincs vele semmi baj. Én nekem a gyomrom fordul föl tőle, tehát, de biztos az is jó valamire. Tehát ha valaki abban érzi jól magát, akkor közlekedjen azzal. Én nyugodtabb, biztonságosabb, de mégis elfér. Ennyi. Tisztább, szárazabb, jobb? Igen. Aha. Én, amit nem értek, amikor ilyen bukócső van a motoron, és egy ilyen félkör van fölötted. Na, azt nem. Tehát, hogyha félsz, akkor menj autóval, ha motorozol, akkor ne félj, de ez a bukócsöves félkör alakú feletted, ilyen árbóc, hogy nem is tudom, azt a számomra teljesen meg. Elég komolytalan. Az nagyon komolytalan. És mi a holdal eső, igen. Tehát, és ott van biztonsági öv azon, azt tudjátok? Viszont nem kell bukót használni benne. Na, akkor ez egy ilyen félig autó, félig motor. Nem kell, abban nem kell bukót abban használni. Abban nem kell bukó, viszont biztonsági öv van benne. Hát nagyon hülyén van. Van öv, de nem kell bukó, de félek, de elütnek, de azért motoroznék, de kicsit már azért egy ilyen kapuzárási jellege van a dolognak, de azért be is bukót csövezem magam, hogy ne legyen nagy baj. Jó, de Balázs a bukóval nem a fejét védi, hanem a haját. Az is igaz, ha motoroznék, de még nem elég nagy a kapuzárás. Hát az óvszer ott van rajta, igen. Igen. Na, azt olvastuk, hogy, és meghívásod apropója tulajdonképpen ez is, hogy ha valamilyen úton, módon a színészkedés mondjuk véget érne, mint lehetőség, akkor akár, mint bűvész, tudnád elképzelni magad a jövőben, és hogy már néhány helyen bemutattál egy-két bűvész trükköt is. Persze, hát mindenki szeretne egy kicsit egy gyerek maradni, vagy mindenki úgy szépen gondol vissza azokra a pillanatokra, amikor az oviban, a homokozóban valakinek kicsavartuk a kezéből a kislapátot, meg ilyesmi. Tehát egyetlen, hogy játszani. Valószínűleg nem véletlenül sodrottam én erre a területre, hogy színészettel tölthetem a napjaimat. Tehát ezzel az alakformálással és jellemformálással, de persze eszébe jut az embernek, hogy mi van, ha nem? És én imádtam cirkuszba járni, vagy imádtam megnézni akár a televízióban az illúzionistákat, és hát Magyarországon is azért jócskán láthattunk hatalmas nagy alakokat ebből a műfajból. Ott van Danny Blue. Például nagy alakok is. És akkor eszembe jutott, hogy igen, mi lenne akkor, ha. Ugye a fuvarozáshoz már nem mehetek vissza, amivel én annak idején kezdtem. Ami a sofőr voltál? Vagy rakodós? Nem, lovaskocsival. Tüzelőcellékot, építőanyagot, meg mindenféléket. Rendelhettél volna annak idején tőlünk, de hát nem foglalkoztál velünk. És ezt édesapáddal toltátok, ugye? Igen. Tehát gyakorlatilag nekem a nyári szünet az úgy telt, hogy mindenki, amikor hajrá strand, akkor nekem meg hajrá lovaskocsi. Így van. Viszont ott járhattam el minden fuvarnál a strand mellett, és láttam a haverokat, akik ott nyomulnak, meg csajoznak bent. Ettől én abban a pillanatban nem éreztem magam maradéktalanul jól, de nagyon-nagyon sok dolgot, tehát nagyon sokat profitáltam belőle. Nem gondolom, hogy szegényebb lettem azzal, hogy én azokat az időket nem a strandon töltöttem. No, tehát ehhez de ez mégiscsak meglepő, hogy egyszer csak majd ott állsz egy ilyen kis zakóban, vagy egy smokingban, vagy nem tudom, és majd akkor előhúzol kalapból két nyulat, feldobod a levegőbe, és galamb lesz belőle. Csodálni való. Tehát hiszen, ez nekem nagyon fura. Hiszen jó néhány példát látni arra, hogy egy stadionnyi ember szurkol azért, hogy megfejezze a titkot, és hogy elrepüljön a galamb, vagy előbújjon a valami csoda. Tehát ők irigylésre méltóak. És persze, hogy kacérkodtam. Ezzel is kíváncsiságból megkerestem
ismertem tényleg egy csodálatos embert, Ungár Anikót és Holc Gábort, hogy segítsenek nekem ebben a kis kalandozásban. Tényleg csak, hogy kipróbáld magad, hogy egy picit mögélás, hogy megnézd, hogy ez micsoda, hogy mi a másik oldalról. És óriásiak voltak, mert tényleg önzetlenül segítettek benne, kaptam tőlük ajándékba. Egy Rodolfo dobozt és... trükköket, mutatványokat, és valóban időnként van, hogy ezzel... Azt látom, hogy Ungár Anikó első ötlete az volt, hogy az ingeden a felső két gombot mindenképpen gombold majd ki. Nincs gomb rajta. Én csak olyan inget vásárolok, amin nincs felső. Na de most ez egy ilyen másik út. Tehát, hogyha egyszer Barta Zsoltot majd kiírják, vagy megnézted az apróbetűs részt, és láttad, hogy 2015 decemberében ez a szerep lejár, vagy hogy képzelted? Miért volt a bűvészkedés? Mert gyerekkori álom, tényleg? De abszolút, igen. Hiszen a cirkuszban mindig elámultam ezektől a dolgoktól, hogy a varázsló. A varázsló az minden embert lenyűgöz. Mindenki szeretne egy kicsit varázsolni. Akár, hogy saját magának, ne agyisten, javakat teremtsen, vagy egyáltalán, hogy másokat ámulatba ejtsen. Hát, ha nem egy 8-as Damilla emeli a pingponglabdát, igen. Mert ugye azért látunk ilyen trükköket, hogy mások a karszárnyút fogják ki velő, meg emelgeti a pingponglabdát. Én utoljára a cirkuszban a gyerekkel ilyet láttam. 5 éves volt, élvezte. Az a fontos, hogy na, így van. Tehát, hogy az is élvezze, aki csinálja, és igen. Higgye azt, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. És a te környezetedben is legyen valaki, aki. És akkor megsimogatod a gyerkőcöd buksiát, hogy ugye milyen ügyes, és ugye milyen csuda. Nem ez a fontos. Tudod, mi a fontos? Az a fontos, a fiam, amikor este jó éjszakát kívánunk egymásnak, és azt mondja, hogy papa, ez egy jó nap volt. És szerintem a fiad is azt mondta ezek után, hogy ez egy jó nap volt, vagy ha nem is mondta, legalább így érezte. És ez a fontos dolog, hogy valakinek tudja egy jó napot szerezni. Ha én ezzel a bűvészkedéssel tudok valakinek egy jó napot szerezni, az estéjének egy jó percét szerezni, akkor már klassz. Hány trükk van most a tarsolyodban? Tehát körülbelül hányat tanultál már meg? 10-1 néhány. Uh-huh. Tehát még ebből eltartani. De most megállsz, vagy mész még tovább? Köszönöm szépen, kirándultam arra a területre, amik vannak, azokat használom, ha úgy hozza az alkalom, a szükség, a helyzet, de nem megyek tovább, mert hát ebben a pillanatban is például a 3 új bemutató előtt állok a József Attila Színházban, tehát olyan nagyon-nagyon sok. De gyakorolni azért egy picit tudsz, tehát hogy mit tudom én, hogy éjszaka elköszönsz, vagy este elköszönsz a fiatalok, hoppácska, itt van valami a füled mögött, és ezt figyeld, egy sávban a számban, milyen hosszú. Igen, Most éppen a szövegkönyvet utálom rettenetesen. Tegnap kezdtem el tanulni az Otellót, abból Jágót játszom majd el, és 103 oldal, és katasztrófa, és borzasztó, tehát semmi bohócor nincs, hanem szövegkönyv. És ne felejtjük el, hogy jön az új Mission Impossible is, remélem te vagy. Nem lehet más. Nem, sajnos nem én. Ezt most nem mondod komolyan. Csak a hangja vagyok. Itt nekem már nem létezik nélkülel. Tehát, hogy én még amikor a Kautsky szinkronizálta, azt is nagyon szerettem, mint Tom Cruise, de most már azért az utóbbi években nem tudom mással elképzelni. Ethan Huntot, hogy... Egy tragédia lenne egyébként, de most komolyan mondom. Tehát, hogy a borzalmas érzés, amikor lecserélik a kedvenc szín hangjaidat, amiket hozzákötsz egy-egy színészet. Természetesen, mert hozzá nő, mert azzal a hanggal szoktad meg. Most képzeld el, Balást megszólalna a Feri hangján holnaptól. Hát téboly ül neki a tekintetedben. Nem értem. Mondjuk rádióban még tudnánk cserélni, mert nem tűnne föl, csak a mondandó lenne fura, hogy más mondom, hogy Jani itt ül veletek szemben, és holnaptól egymás hangján. Vágóíros hangján beszélne a Jani. Na az is. És szeretnétek. Nézzünk egymásra. Kikivel van? Csak egy kicsit spoilerezünk. Jó a film, belenéztél, szinkronizáltad, én nagy Mission Impossible rajongó vagyok. Láttál már valamit? Két kockát Hiszen az előzetesek már futnak a moziban, ahhoz már fölvettük a magyar hangokat. Hát megint az, amiről beszéltem az elején, hogy varázslat, hogy újból gyereknek érezheted magad. Igen, ha beülsz a moziba, akkor, és hagyod magad elvarázsolni, akkor ez visz magával végig, egész mozi idő alatt, ez egész nem biztos. Én nem szeretem az akciófilmeket, de Tomnak ezt is megbocsátom, ezt a műfajt, a Mission Impossible. És nagyon jó benne, figyelj, szerintem nagyon-nagyon hiteles benne.
tehát hogy a bűvész hitelese a másik oldalon. Na, ez tehát megint ő nem a 8 mm-es damilos húzogatós mutogató. Na, nézzünk egy-két trükköt, mit hoztál nekünk? Elő a galambot, a nyulat és a cilindert a gatyából. Egy igazán szép klassz dolgot hoztam, de ahhoz ki kellene választanom, hogy melyik őtök lenne az alkalmas. Igen, de nem biztos, hogy ő az, tehát legalább kettőtök segítségét kérném. Mi ketten? Jó, igen, legyetek szívesek. Üljünk, vagy menjünk ahhoz oda? Álljunk. Jó, mondod, mi szeretnénk. Én abszolút közvetítem, igen. Egy mondjuk alapból megláttam két kígyóborkát. Két brutál cukkini van a karcsinál. Igen. Engedd meg. Jaj, ne na, nagyon jó. Karcsi, megtisztelsz. Letérdelt Jani elé, és olyan, mint amikor a Szabó megnézi, hogy mekkora a derékbőséged, Janira felköt egy madzagot. Kicsit köldök alatt, felkerült Janira egy madzag. Ha másikat rám akarod kötni, akkor rövid a madzag. Picit előrevetítve egyébként a jövőt, a bokám magasságában lóg egy cukkini. De van egy nadrág szíjat. Jó ide jó. Ferire is rákerül egyébként egy madzag. A madzag végén mi van? Ez egy izgalmatlan póréhagyma az enyém. Hát nyilván méret a lényeg. Kettő darab póréhagyma felkerült a fiúkra. Csak azért van erre szükség, hogy ki tudjam választani az igazán megfelelő segítséget, mert nem lesz veszélytelen a dolog. Itt már egyébként a műértő közönség kuncogna. Okay. Legyetek szívesek. Itt már a műértő közönség Dynamo-ért kiállt. Jó, köszönöm szépen. Itt a két célszemély. Igen. Jó, Karcsi nagyon dolgozik lelkesen. Ez nem viszont. Várjál. Várj, csak mondjuk, hogy mi történik. Kettő darab, mi ez? Egy cukkini és egy póréhagyma lóg a fiúkról madzagon a két lábuk között, és egy-egy gyufás katuja van Feri és Jani széttett lába között. A srácok egy irányba néznek arccal, széttett lába terpezben. Kérlek, hogy számolj, és háromra egy lendítéssel ki, aki a maga kis katuláját előbbre tudja lendíteni, így kéne kiválasztani a megfelelő segítséget. Ja, értem, hogy ez még egy teszt, hogy aki a madzaggal feldönti a gyufás dobozt. Tényleg komoly, és hát lehet, hogy nem kis veszteségekkel jár majd ez a mutatvány, és hogy ne mondhassák azt, hogy én választottam ki, hogy én bögtem rá valamelyikükre is, hanem ők maguk választanak. Értem, tehát ez még csak a casting, jó. Tehát akkor három, háromig és egy lendítésre a katulát ki mennyire. 3-2-1 és tessék. János! Felborult a gyufásdobot. De viszont helyben maradtál. Felpofosztott. Az hátra fel, ez nagyon-nagyon csúnya. De akkor te legyél inkább, jó? Mert ennyire durván. Igen. Köszönöm szépen a segítséget. Tehát én nyertem, mert én voltam a béna. Igen. Okay. Te mászol majd be a dobozba, amit ketté fűrészelnek. De örülök. Egyébként csak mondom, Karcsi, hogy így mi is így hétköznapokban szimplán hülyét tudunk csinálni a másikból, tehát ezért nem kellett tőle. Figyelj, elmentél castingoltak, de nem te nyertél. Illetve okay. Te borítottad fel a gyufás dobozt, de nem te nyertél. Leleplezzük ezt a kis műalkotást, ezt a kis műremeket. Első látásra szerintetek ez úgy micsoda? Ez egy kiotinhoz hasonlító kis szerkezet, ugye? Nagyon-nagyon csúnyán lekicsiszted ezt, de most hogy motorral jöttem, mert nem tudtam volna egy igazi egész giotinnal hozni. Ez egy motorral szállítható kis giotin. Ez egy motorral szállítható kis giotin, valóban így van. És te már csúnyán rápróbáltad, hiszen ez kettő lyukból áll, valóban így van. Ne húzzuk és halasszuk. Van egy kisebb lyuk és egy nagyobb lyuk. Igen. Én a nagyobbat néztem. Igen. Hát először szeretném megmutatni azt, hogy ez egy frankon tényleg működő giotin, bár játékszernek tűnik, és hát tudjuk, hogy ennek az eredetiét mire is használták. Feri, te vagy a kiválasztott, légy szíves, vegyél elő egy sárgarépát, és azzal meg tudnám mutatni, hogy nem Anna, mondod, az első segélydobozt készíts már elő, léci. Nem mondod, hogy eljöttél dolgozni. Igen, eljöttem sárgarépa nélkül. Nincs nálam sárgarépa. Jó, tegyük be akkor a cukkinit vagy a hagymát. Baromi igen. Szerencse, hogy van nálad egy sárgarépa. Mi ez, hogy van a művész úrnál? Légy szíves, oda behelyezni. Milyen kitalált produkció? Az a hajlót is, a kutya fáj. Ez már meg is marad a helyén. Viszont van egy alsóbb lyuk, és oda mégiscsak ne azt, amit te oda próbáltál, oda tegyünk be. Egy sárgarépát vedd. Betettük a sárgarépát és a giotinbat, haladjunk Feri, haladjunk. Ne ide oda pakolgasd, ez nem az a játék, kedves Feri. Nagyon nagy szerencse, hogy a nagyapám azt mondta, hogy kisfiam, ha mész valahová, mindig legyen nálad legalább két sárgarépa, meg egy fogkefe, mert az ember nem tudja, mikor fog kefélni. Tehát van nálam egy sárgarépa. Igen, okay, betettük a giotint két kis lyukacskájába. Húzzuk ezt ki.
fog meg, légy szíves azon a másik oldalon. Igen. Oké, és háromra sújtsunk le. Ez tényleg csak azt mutatom meg, hogy ez valóban bár játékszernek tűnik. De azért meg oda nézi, állj a kettő darabot, és elvágta a rébát. Elvágta. Kérem, nézze meg, elvágta. Igen, elvágta. A rádióhallgatók nem látják, de... Levágta a répát. Aha, lebizony. Döbbenetes. Ferinek kettő, azaz kettő darab keze van. Ugye? És téged így ismernek, így szeretnek. Igen, és én magam is így szeretem. Abban az esetben, ha, mert eszembe jutott most valami, olyan ügyesen csaptál itt le, eszembe jutott valami, ha esetleg egy kézzel rádiózni, akkor is lehet. Lehet, meg elkönnyük a sebet, meg kap te tanúszta, levágod a bal kezét. Igen, megoldjuk, fel vagyunk készülve. Egyre izgatottabb a közönség, a zalakarosi gyógyszállóban. Nem izgatottak. Most vágja le a kezem! Én nagyon izgulok, nehogy baj legyen. Ja, Istenem, csak nehogy ne vágja. Mert azt mondják, hogy csontfájdalom a legerősebb. Igen, igen. Annyira bírnám, ha elszólni stíl. Van itt egy ponyva nálatok? Ponyva? Ponyva. Az nincs. Aha. Igen, mert ha ömlik a vér, mert az, hogy akkor ne csapódjon ide föl a pultra. Hogy csapódjon, nem igen, érdekes. Ha elvágjuk az ütőt, mit akar itt nem magozzunk az izgalmakat tovább, már így is nehezen bírom. Viszont meg kell néznünk, itt az alsójuk még üresen maradt, Feri ebben a helyzetben nem tudja berakni, de azért menne az. Igen. Elér az odáig. Baromi nagy szerencse, hogy van nálam. Mondjad, Balázs, hogy miért, amik én nem merek oda nézni. Szóljatok az orvosnak. Igen. Nehogy kizúzd már, nem áll. Ígérjétek meg, hogy szeretni fogjátok Ferit ezentúl. Nagyon. És félkézzel. Tényleg ne tegyük oda, mert kiveszi az acélnak az élét, hogyha a csontot vágjuk. Hát akkor háromra. Egy és kettő és három. Bakkerés! Megvan a keze! Feri! És tényleg nagyon-nagyon nagy király vagy. Köszönöm. Szóval, tehát hasonló trükkökkel, dolgokkal szórakoztatjuk a... Jó. Ez azért még nem egy önálló es, nyugtass meg, tehát hogy azért még azért be, teszünk majd bele valamit. A videóra mindenképpen tegyük fel azt, hogy ezt otthon senki ne próbálja ki, mert a szereplők a videó felvételen kaszkadőr. Don't try this at home. Ukrán szóval, tehetségkutató, mert hogy ott valaki tényleg fejbe lőttek. Hasonló önmagamat is szórakoztató dolgokat tanultam meg. És az ungár művésznő, hogy mennyi, 15 plusz áfáért, hogy mennyire adta az ezt? Igen, hallottam. Hát, ha fizetett volna ért, akkor jobb trükköt hoz. Nem szeretném bántani. Menjük ki a garázsba, megnézem, hogy mi van ott valót. Egyiküket sem, hiszen tényleg csodálatosak voltak. Már csak azért is, hogy idejüket áldozták arra, hogy idejön egy flúgos ember, aki azt mondja, hogy tanulni szeretnék. Hát biztosan vannak oda mentél, iskolák, vagy oda jártál hetekig. Akkor teljesen normális, hogy fizes be egy ilyen isibe. Megnéztünk több videót. Nem csak azt tanították ők meg, hogy mi az technikailag lezúzni egy ilyen dolgot. Mindig az a fontos, hogy mivel épített köré, mivel teszed sajátoddá, mivel teszed olyanná az adott trükköt, ami az egy rád jellemző. Mert hiszen akkor tudod azt leginkább eladni. És a póréval teszed meg a cukinivel? Mi a saját benne? Nem, ez a póré meg a cukini, ez más. Mert például én vőfélyeskedem, és ott is ezzel el szoktuk szórakoztatni a násznépet az ilyen. Mi a helyzet a kerttel, Karcsi? Mi a virágokkal? Rendben van-e? Elrabolták-e újra? Eltüntette-e újra? Egy hallgatók érdeklődnek, hogy erről is beszéljünk egy mondatot. Mi van a muskátlikkal? Topzódik a virágos kertünk. Ez nem jelenti azt, hogy lehet jönni és legelni, hanem ez azt jelenti, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük. Tényleg jó dolog. Cukinitek, illetve a póréhagymátok és a répátok. Viszont terem nálunk paradicsom, és olyan klassz dolog, amikor a gyerekek oda trappolnak hozzá, és elkezdik legelni le a paradicsomot. De azt ti gyerekeitek? Jó. Fontos. Akkor azóta nem bántották, vagy nem törtek be. Nem, és nem ajánlom senkinek. Tehát nem hívok föl erre senkit, hogy rajta lehet, mert visszapótoltuk. Nagyon szomorú voltam, undorító, megalázó dolog, hogy arra ébredsz, hogy amit te szeretettel oda pakolsz magad köré, megteremtesz magad köré, azt valaki elviszi, de spondja rá, túl kell lépni rajta, nem fájunk magunknak. Meg nem mernek bemászni, ezt gyíkkel változtat bárki. Működik a giotin fotocellással. Nézd meg egy-két Hajnóci Somát, vagy Dynamo-t, ők ugrottak egyet a téridő kontinumban. Igen. Lehet egy ilyen giotin. Nézd be a jelenbe. Engedd el a múltat. Vannak brutál jó trükkök egyébként. Tehát nagyon, nagyon klassz dolgokat csinálnak. Hajnóci Soma ennek például az egyik legjelesebb képviselője volt nálunk. Nyilván nem ilyen szintre akarod a dolgot eljutani, évek vannak benne, de nagyon klassz dolgokat csinálnak. Pontosan erről van szó. Tehát olyan, hogy beugrom, és majd óriási nagy ász leszek belőle, arról szó nincs. Mert mint minden területen, mint minden téren sok-sok-sok munkát be kell oda pakolni. És egyébként meg nem is biztos, hogy azok az első trükkök, amiket te magadnak valónak
magadnak gondolsz, majd azok lesznek a te éned része. Majd idővel kialakul a te stílusod. És akkor visszatérve az én szakmámhoz, mint ahogy évek alatt kialakul az ember saját stílusa rá jellemző dolgokkal együtt a színpadon. Igen. Karcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ezt megtarthatom? Nyugodtan rágdost el, persze. Én nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szép nyarat kívánok nektek. Jó szórakozást, jó pihenést, és a győrieket meg külön üdvözöljük. Neked sziasztok. Is. Köszönjük szépen. Ciao, köszönjük szépen. Rékasi Károlynak köszönjük szépen, hogy itt volt. 9:30 múlt. Pontosan 5 perccel várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk egy pici szünet után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó kis répa. Gyerek, Balázs répa. Cukkini, kígyóborka. Nagy anya, lesz. Ne menj az zöldségesen. Itt a póré is teszek. Jaj, köszi szépen. Megvagytok estére. Én bírom a Karcsit egyébként. Teljesen rendben van. Hasonló formában kattan, mint mi. Nem? Tehát a szó jó értelmében. Igen. Teljesen. Tehát elmenni Ungár Anikóhoz és egy giotinos csükköt megtanulni, van benne alázat. Nem tudod, hogy milyen biokémiai folyamatnak a következménye ez az egész, de szereted. Mert ez az, amire nem számítasz. Mindenki tényleg Hajnóci Soma meg Dynamo trükköket tanul, meg belerakja a citromba a kártyát, és húzol egy kártyát a pakliból, kihúzod a kártyát, kör király. Kettét épi, nem tudom, és a citromba ott van benne a körkirály, amit te kihúztál, és nem érted, hogy kerül a citromba, és le van tépve a szél, amit te letépve, brutál trükkök, ő megjön egy giotinnal. Alapoktól kezd. Tudod. Zseniális. Senki szeretem a kicsit kattant embereket. Senki jó nem számít rá. Érted. Tehát hogy ott van, bemegy a színháznak a büféjébe, és akkor oda megy a kollégáz, és azt mondja neki, hogy tudod, mit kell látni, tudod, mit fog csinálni? Na, mit? Thai box, street workout. Bűvész leszek. Na jó, elnéztem. Karcsi, ne szorod. De, van is nálam egy giotin. Van nálad egy? Hallod? Egy répa? És tudod, oda egy ízéli polimer kazettát. Ez rak be, légy szíves. Nagyon jó. Még tényleg egy galamb, egy nyúl, és egy, nem tudom, két üveg golyó hiányzott. De én kedvelem. Én szeretem, ha valaki kicsit úgy bolond, hogy ő ezt vállalja is. És tényleg a szó jó értelmében, nem? Tehát giotinos trükkel jönni 2015-ben, amikor mindenki brutál illúzió és te akar lenni, és olyan trükkök vannak, hogy besírsz a gyönyörűségtől. Elnézést, van önnél egy sárga répa? Tegez nyugodtan, 20 éve ismerjük egymást, de amúgy nincs. Hoppá! Szerencsére nálam van-e? És a nagyapám mindig azt mondta, hogy ha egy van, akkor legyen kettő is. És kicsit a Karcsinak ez egyébként még jól is áll. Tehát el tudom képzelni. Na jó, van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt. Egyrészt láttunk egy képet az interneten, a kép pedig arról árulkodott, hogy a tulajdonosa, valószínűleg az autó tulajdonosa, egy Maserati tulajdonos festékkel tette tönkre a saját luxus autóját. A festéknek a teteje állítólag gyárilag volt rosszul rögzítve, hogy ő most egy festő London környékén, vagy egy gazdag ember. Jó menő festő, vagy egy gazdag ember, aki festeni szeretett volna, nem tudjuk. Vagy egy magyar labdarúgó a Dinamóban. Így van. Minden esetre a Maserati gazdasági totál kellett. És arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogyha az ember új dolgot vesz magának, legyen szó drága napszemegről, telefonról, laptopról, bármi olyanról, amire gyűjtöttél, amit szerettél volna, valahogy az első napokban biztos, hogy akarva akaratlanul kárt teszel benned. Mert izgulsz, félted, túlvigyázod, nem akarod lejteni, nem akarod odaütni a szélét, fel akarod rakni a falra, mondjuk egy szép tévét nézni, biztos, hogy levered, nekikoccolod, tönkreteszed. Jöttek is hallgatós SMS-ek szép számmal. A legtöbb hallgatónk már egy féltve őrzött, újonnan vásárolt kedvenc ajándékában, tárgyában már biztos, hogy kárt tett. Mi is elmondtuk, ugye? Nem tudod úgy megúszni az első pár napot. Kocsi, hullanak a mobilok a hallgatóknál, az volt a legtöbb, azt hiszem. Napszemüveg. A legjobb, integetni a turista hajónak. Első nap, még a kezedben ott a számla, nekem ez tetszett a legjobban. Azaz mi volt, hogy? Hát ugye a játékosunk, akivel játszottunk közvetlenül a megszólalás után, mondta el, hogy a haverja megvette az almás Nokiából megvette a legújabb modellt, ott volt még nála a számla, aztán boldogan integetni kezdtek egy turistahajónak, és beesett a Dunába. Szépen beesett az új telefon, igen. Valamint ugye tarifa emelés közele két mobilszolgáltatónál a holnapi naptól, és érintett voltam a dologban, mert hogy pénteken este 16 óra 51 perckor, vagy délután megérkezett egy SMS, hogy bő két napon van erre reagálni. És kicsit beszélgettünk egyrészt, hogy miért van ez az elemelés, az ember mit tud csinálni, és aztán nyilatkoztunk. Vagy nyilatkoztam az éteren keresztül. De érintett voltál, te érintett vagy. Vagyok. Még nincs lemondva. De mi is a válaszod? A válaszom, kedves szolgáltató, nem! Ezt tudtam elmondani, mert nincs idő bevenni hozzátok. Na, ezekről a dolgokról beszélgettünk ma reggel, és most ezeket a pillanatokat megmutatjuk újra. Ez itt a Morning Show
a Klassz FM-en. Csak mondom, gyerekek, az anyósom úton van. Meghatalmazással a kezében elindult. Meneküljetek! Mert ma nem tudok bevenni az ügyfélszolgálatra, de mama elindult. A tömegoszlató anyós. Hónalj alatt a kutyával. A vérkutya. A vérkutyával elindult az ügyfélszolgálat egy határozott nem kíséretében a tudomásukra hozza, hogy nem járulunk hozzá az egyoldalú, vagy hát immáron ugye kétoldalú szerződés módosításhoz. A másik kezében a frissen élezett végű napernyővel. Igen, csúnya dolgokat, mivel engedjétek előre, ha én nevemet kiabálja, ne vitatkozzatok vele, ne próbáljátok a földre fektetni. Ne fenyegessétek meg, ne hívjatok túsztárgyalót, csak hadd menjen. Jó? Vigyázzatok. Jaj, gyerekek! Hello, Gábor, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Nekem is van egy történetem a vadonatúj tárgyakkal kapcsolatban. Életem első nyugati autóját megvettem Magyarországon részletre, szalomban, és azért szerettem, mert 100 lóerő fölött volt. És azt gondoltam, hogy egy 100 lóerős autóval már mindent lehet csinálni, és ahogy a szalomból kihajtottam, rögtön egy teherautó kapott el hátulról. Nem mert, de esküszöm, a szalomból kiálltak, és itt tapsoltak. Rögtön, szép, ahogy a szalomból kihajtottam, rögtön. 100 lóerős autónak vége lett. De akkor te voltál a hibás. Egyértelmű, mondom, kimentem a kamion vagy teherautó elő, mondom, ide biztos befegyett 100 lóerős autó, és nem fér be. Ez egy jó régi sztori lehet, hogy a 100 lóerős autó nagy szám volt, mert ma már azért előtte egy a Fatert Skodájával jártam. Azért mondom, hogy ez körülbelül egy ilyen autó lehetett, igen, mert egy Skodában is volt, hogy 80 lóerős. Szóval ezt én is átértem, abszolút. És úgy, hogy van Robert. Kellemes kaland volt. Valahogy az új dolgokra tényleg ez a jellemző. Hívjuk a naphallgatóját már is. De hát nincs csodálkozó egy ilyen vadállattal a segged alatt. Kinyílt előtted a világ. Morning show! Az van! Hello, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Ati, jó helyen vagyunk? Jó, jó, Debrecen. Hello, Ati Debrecenből. Ugye itt volt nálunk Rékasi Karcsi, nagyon szeretük, bemutatott egy újnak, talán nem mondható bűvésztrükköt. De már nem emlékszik rá senki, úgyhogy... Igen, de mi nagyon kedveltük, és ugye, elmondta, hogyha esetleg a színészkedésnál az Átonyra fut, akkor mi lenne az az új irány, amivel ő foglalkozna, ez ugye a bűvészkedés, te pedig annyit írtál nekünk SMS-ben, Karcsi műsorának a címe hüp-hüp-hüp Barta trükk. Nagyon szeretjük. Atikám, te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen, hú, de jó, nagyon jó, már régóta próbálkoztam, kurva jó. Ja, jó. Ez szóval igazad van. Csuda klassz. Abetje, nagyon jó. Így van. Örülünk, Ati, hogy ennyire örülsz, jó? Köszi, köszi. És egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked. Á, nagyon klassz, kurva jó. Na, igen. Nyomatékosan megkérünk, hogy ronda szavakat. Nagyon rendben van. Inkább letesszük, jó? Köszi, ciao. Ja. Hello. Na, mondj valamit. Nekem dobnom kell egy 100-as dobok mindjárt, mert jaj, gyerekeket mondtam. De nem szoktál zenét ajánlani, vagy mondasz valamit magad? Mert a remek zenéket ugye csak a Csabitól kérdezem. Hát ez az ő védegye természetesen levéte, viszont én is annyira beleszerettem a Well Hello-ba, hogy megpróbálok minden nap hozni nektek egy Well Hello-t. De nem, mert mondtátok, vagy. Hogy ti is szeretitek. Ráadásul most hoztam egy olyan Well Hello-t, amiben még a halott pénz is benne van, de ez majd kicsit később lesz. Most megint a Gesztit szeretném majd bemutatni ebben az órában. Busa Pistáv. Utána néztetek ki az Busa Pista? Hogy nem. Én még a dalt nem hallottam, de tudom, hogy kellemes dal. Kis közepes tempó, nagyon jó dal. Figyeljétek majd meg. És ugye Tóth Gabi is benne van. Na. Bedobod nekem, Jani, itt a pénzt. Jó? Csak hogy lássátok, hogy nem akarom én ezt elsumákolni. Jól van, Gábor jön a kívánság műsorra, nem abból kávézunk. Jó, Gábor? Hízik a malac. Nem kávézunk belőle. 555-55-00, ez a telefonszám, ha valaki dalt kéne tegye meg, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.